De nincs is a művészeti kultúra, hogy... tehát itt nem is fogsz, sajnos. Egyelőre Berlinben nem is. azért más. Mondjál még ilyeneket, Gábor, gyűjtsük a kommenteket. igen, igen, de ez egy PSA gold medálos kép. ilyenkor amúgy, hogyha mondjuk díjat nyer a kép, akkor szólsz a megrendelőnek, hogy hello amúgy, jártam vele egy díjat, és hogy... Nem galamb, galamb az fehér. Ez egy turulmadár. Pici turulmadár. Igen. Oldalú galamb, igen

No, hát üdvözlünk mindenkit a Content Rumble következő epizódjában. Folytatjuk az interjúnkat Sopron Fáviédikóval. tehát a mikrofonoknál Sopron Fáviédikó. Csapó Gábor, Szabó Viktor és Szanyi Roland. Sziasztok! No, ott hagyjuk abba a legutóbbi ö, felvételnél, hogy ö, melyik adás, melyik képről beszéltünk? A Riadról. Riad, igen, 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 igen. Um, abban még látunk fantáziát, vagy mehetünk tovább? Ez a következő szerintem. Aha. É, jó. Szimbio az is. Hát igen, nekem is vannak ilyen pillanataim, amikor a hasamból a növény, mert annyit tettem előle. <gül> 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 No, mit lehet tudni erről a képről? Hát igen. Um... Nem a alapokban készült, azt látjuk. <laughs> azt mondtad, hogy nem időrendben van, ha jól emlékszem. Igen, a igen. Ez az nem baj, hova be. Ez igazából 2020-as, 2019-2020-as évnek a termése, ez a kép, illetve hát ez egy sorozat volt, ugye a művilág fotókiállítása készült. Elkezdtem ebbe a témába a Sustainable Fashion, az a fenntartható divat témában fotózni, mert azt gondoltam, hogy Hát valahogy egy kicsit így a divat, ugye az nem környezetbarát, és hát csináljunk már olyan anyagot, ami egy kicsit felhívja a figyelmet a környezetvédelemre. És aztán elkezdtem ebbe a témába különböző képeket készíteni. Először egy fashion editorial lett, aztán még egy, még egy, és a végén hat készült. Amikor elkezdtem, nem gondoltam arra, hogy kiállítás lesz belőle, de végén annyira jó lett az anyag, hogy gyakorlatilag egy kiállítás anyaga lett. Ez a, bocsánat, az akkori Németországot nézzük. Ez, vagy hova készült a kép? Uh, én még Németorszába kezdtem el fotózni. Uh -huh. Németországi szeméttelepen kezdtünk el fotózni képeket. Ez akkor nagy téma volt uh, abban az uh. időben? Vagy, vagy már a végét lovagoltad meg? A... Hát Németországban a környezetvédelem az, az egy nagy téma folyamatosan. folyamatosan. De ugye náluk ez nem újdonság, mert már uh -huh. a kisgyerekeket gyerekkoruk óta úgy nevelik, hogy a külön gyűjtik a szemetet, meg környezettudatosan élnek. Magyarországon ez nem volt akkor, még 19-ben ez a téma nem volt akkora dolog hát itthon. Volt, csak... Akkor kezdtük elmenni, és akkor így a szelektíven, és akkor mennyire trendi vagyunk. Most előbb elkezdtük. Szóval hát, de volt, szóval. mintem, még az most se egy nagy dolog. Szerint komolyan szóval, Már... Hogy... Már... Igen? Hát én én azt látom így az interneten, hogy vagy lehet, hogy csak én nézek olyan oldalakat, de én nem, akkor... nem egy nagy téma. Nálunk itt a szülő vagy a gyerekkőcénk járnak, e, ugye akkor lett e, e, nálunk ez előtérbe tolva, hogy iskola vagyunk, és akkor erre, akkor tényleg figyeljünk oda. De előítsük szelektív, nálunk, nálunk Nem tudom, nem látok, hogyan működik, nálunk a szelektívet úgy viszik el, hogy ugyanabban a, a szelektív kukába bele. de hogy... Esküszöm. Nem. De hát nem Esküszöm. láttam még ilyet? Nem ahogy ott van négy, négy ez régen. darab szelektív. Ez, ré, volt. Nem, nem ez most is így van. Nem, nem, nálunk nálunk, nálunk, van, nálunk van, most van. most más van. napon viszik el egyébként. Egy, egy napon kéne, lehet, az van, hogy az egyik hétfő, másik, mindegy, de most ne térjünk el ezt a <laughs> Jó, tehát akkor, akkor azt mondod, hogy akkor ez folyamatos igen, a, igen. meleg táptalaja volt az ottani Tehát a ugye elkezdtem egy témát, aztán jött az újabb téma, újabb téma, akkor megkerestem egy tervezőt Magyarországon, egy magyar tervezőt, a Nageát, Aha. és nejlonzacskokból vart nekem ruhákat, és ezeket hmm. kombináltuk így a fotókon. Ezen most pont nem látszik a nejlonzacskós ruha, valami Ö... esküvői ruhát. De Ez tökéletes, mert, mert, mert mi jó fenntartható, ilyen... mert mondjuk ruhák helyett növényeket akarjuk el magunkat. <laughs> hát igen. Erről, erről szólna. Hát igazából a mondani valója ennek a képnek, illetve ennek a sorozatnak az lenne, hogy ugye az emberiség tönkre teszi a földet, a környezetet, de hogy mindig a természet győz előbb vagy utóbb, és hogy kinő a növény a műanyagból. Ah, tehát hogy igazából ez lenne a, a mondani lenne. való. Hát lehet, hogy több, több tízezer év után <laughs> igen, úgyis igen, a természet igen. győz. És hát, ez egy kicsit a ilyen... Nyok, igen. Igen, igazából ez egy kicsit ilyen figyelemfelhívó ö, történet volt a részemről. Ezt én így megálmodtam, így bevizionizáltam ezeket a képeket, és aztán lett is belőle fotókiállítás Magyarországon 2020-ban, a Covid utolsó nap, amikor lezártak a Covid miatt minden eseményt. Márciuson annyi volt akkor? Nem, ez a novemberi volt, Na, ez szóval az őszi, ja, ó. őszi második Covid hullám. Hmm. Ö, utolsó nap még engedték ezt a kiállítást, úgyhogy volt egy megnyitó, show-val, tehát a, a Nagea felvonultatta ezeket a nylonzatkos ruháit, szóval egy ilyen nagy esemény lett belőle. tévé is kijött, úgyhogy, úgyhogy elég jól zártuk ezt a COVID előtti utolsó napot. De akkor tényleg csak egy napig tartott a kiállításod, vagy ezt hogy kell képzelni? Hát volt egy kiállítás megnyitó, volt egy divat uh, fashion show, igen, divat bemutató, és másnap lezártak mindent, és Aha. onnantól kezdve megint bezárt minden térre. <laughs> és majd volt ebből egy online kiállítás, de nyilván egy online az nem olyan, Persze. az agórába, az irodaházban, ahol dolgoztam, meg kicsit van közöm hozzá, hogy felépült az irodaház, ott volt a második menet. Rajzoltál abban is? Vagy nem, hát én, én voltam a projektmenedzser, hogy ah. megépüljön, és ott volt egy második online kiállítás, de az már nem volt olyan nagy durranás. Uh -huh. Mert nyilván ugye online volt, és Covid alatt az emberek ugye nem most vagy nézik élőbe, vagy nem. Ö, és ott, volt, ö, ott, ott még újabb képeket ö, vittem oda be, ebből a sorozatból még készült egy utolsó sorozat, ahol már kihalt a föld, <laughs> és ilyen száraz faágak, meg száraz ö, növények vannak, és kicsit ilyen. Hossztal a, 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 a léptikus. Igen, köszönöm <laughs> Walking Dead. Még nem ittem meg a kávémat ez az év. Igen, van. igen. Jó. Úgyhogy e erről ennyit kell tudni erről a sorozatról. Hát itt aztán hmm. mindenféle ilyen volt címlap is, um, kiállítás, vagy illetve um, fotópályázatokon is bejutott az anyag, úgyhogy, úgyhogy elég jól zártam ezt a szezont mi, mi, a környezetvédelemből. Mi, mielőtt még tovább megyünk ezt, e, hogy kell egyébként elképzelni, amikor azt mondod, hogy elkezded az anyagot, és hogy lesz belőle ilyen e, kiállítás, sorozat, e, ezt te megépíted utána, mit kell tenned? Tehát ez, ez a te nélküled nem működött volna, vagy az ügynökök szétkapták, és ha akarod, ha nem, ebből, akkor hírement és, és elindult a világ felé, vagy egyes vagy neked kellett minden egyes lépését kiharcolnod véreverejtékkel. Hát nekem kellett, nagyon jó lenne, ha ügynökök lennének, akik viszik a híremet. <laughs> Én el, 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 képzelni Minden el, most fotósnak más. ez az álma, de nyilván azért itt még 2020-ban nem voltak ilyenek én harcoltam ki mindent, tehát, de valahogy így... Hol kezdted el? Itthon? Nem, én Németországban kezdtem Ami? el ezt a sorozatot, és de aztán... És és magát ezt, hogy akkor le, legyen belőle kiállítás? Már nem emlékszem, hogy hogy jött ez az ötlet. Egyszer csak így jött az ötlet, hogy csináljunk egy eseményt ebből, és akkor a nagjával összeállva, ő ugye divatbemutatót <kül> szervezett, én meg ugye a kiállítást, és akkor valahogy így összeraktuk. De hogy most ez mikor pattant ki a fejemből, azt már el, azt már el Akkor te hiteles. voltál az ötlet Én voltam, hmm. igen, igen. Okay. <clears throat> és hát úgy vittem végig persze, hogy... ez ez a része érdekel egyébként. Helyszín hogy helyszínt keresni. Mennyi, a... mennyi, munkát kell belerakni, igen. Tehát nagyon hogy, sok tök jó, van. mert hát jó van, hát te sikeres fotós vagy, cég kapják a képeidet, és akkor hát minden héten van egy kiállítás valahol de hogy, hogy, kicsit erről is beszéljünk, hogy, hogy mennyire melós ezt összehozni, hogy valaki ilyet dédelget a fejébe, van egy ilyen témája, ami úgy érzi, hogy társadalmilag fontos akár, vagy pedig, vagy pedig neki nagyon kedves, valamire fel akarja hívni a figyelmet, hogy hogy kell ezt elkezdeni, valamit ilyen kis kulisszatitkokat tudsz-e nekünk megosztani? Hát, de... Mi kellett hozzá? Kellettek az előző eredmények? Kellett ahhoz, hogy a divattervező is partner legyen, gondolom? Igen, igen. Tehát ö, ugye úgy indul egy kiállítás szervezés, hogy keres az ember helyszínt. Ugye helyszín nélkül, tehát azzal indítunk, akkor is, ha még nincsenek meg a képek. Nekem amúgy már volt előtte egy helyszín. Ennyire? Tehát még nincs sok a kép, és már keresed a helyszínt. Igen, igen. Hát hogy nyomod le a helyszínt, torká? Vagy nem érdekes, kifizeted, akkor oké. Okay. Ugye Úgy nagyjából az anyagnak megvolt a, a, fele, vagy ugye a 30 a és azzal mentem el ö, gyakorlatilag a, a helyszínre, a galériába, hogy itt vannak ezek a képek, még ebbe a témába szeretnék még lőni 10-15 képet, és érdekli-e őket egyáltalán ez a téma. Csak ugye bejött a COVID, mert hogy az első kiállítás megnyitom, márciusban lett volna, csak lezárták mindent, és elmaradt a megnyitó, és kerestem egy másik helyszínt novemberben. Igazából engem kerestek meg, hogy Na ugye, tessék, tessék, tessék. Tehát megkeresett a galéria, hogy lenne egy üres este, és hogy szeretnék-e kiállítani képeket. Már nem emlékszem, hogy hogy találtak rám, de valahogy rám találtak, és mondtam, hogy igen, érdekel, és így megcsináltuk. Egy i ilyenkor, csomó. ilyenkor ez anyagilag hogy néz ki? Mármint hogy nem pontos összegeket szeretnék. Okay, Akár okay, hogy... okay, pontos vagy, vagy nagy, nagy segned. Ez, ez nem, nem ilyen zsebbe turkáló sztori, Aha. csak hogy. Arra ha ragomazzam... mondjuk én akarok egy kiállítást, akkor én fizetek a helyszínnek, vagy esetleg, ha már ott tartok, akkor és ők keresnek meg engem, akkor mondjuk ők fizetnek nekem, hogy vigyem oda a képeim, nem. vagy ez. Hát. Ö... De, 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 de csak kérdés. Ugye poszumus. különböző, tehát Magyarországon általában mindig mi fizetünk mindenért. Nekem szerencsém volt, mert itt nem kellett a helyszínért fizetni, tehát ingyen adták a helyszínt, viszont ha eladom a képet, akkor százalékot kérnek. Általában ez a bevett szokás, hogy 30-40-50 százalékot leszed a galéria, hogyha eladják a képeidet. Magyarországon még nem adtam el képet, úgyhogy ez a veszély nem fenyeget, hogy a galéria meg De ö, nincs is a művészeti gazdagodik. kultúra, tehát itt nem is fogsz, no. no. sajnos. Berlinben azért más. Mondjál még ilyeneket, Gábor, gyűjtsük a, <laughs> a kommenteket. <laughs> és, és akkor vissz, ezek érkezünk. tények, srácok, tehát most ezzel lehet vitatkozni, vagy nem vitatkozni, de Magyarországon a művészeti kultúra az a békosági alatt van, és ezt ki lehet jelenteni, Igen. és azt meg pláne ki lehet jelenteni, hogy a magyar művészeket soha nem is becsülték meg, ez, ez úgyhogy ez nem csak most van így, ez eddig is így volt, és is így fog maradni. Addig, amíg ebbe egy komolyabb vagy áll, vagy valamilyen beavatkozás nem lesz, ami egy kicsit ö, ö, valahogy felértékeli a munkánkat, addig szerintem ez így is fog maradni. És ezt valljuk meg őszintén, én pont ezt akartam mondani, mm. amit te is elmondtál, hogy sajnos Magyarországon neked azért, hogy egy kiáltásod lehessen, nagyon ritka esetekben, hogyha van valakinek egy ilyen kiáltott terme, és úgy mm. gondolja, hogy szeretne valamit megtartani, és kis pénzt szeretne jutni, és van neki szabad kapacitás, akkor adnak itt is lehetőséget, mert hát csak mondjuk ez viszonylag ritka. Itt fizetsz ők egy-két helyen. Főleg, hogyha egy nagy galériáról, galériáról beszélgetünk, akkor nagyon sok pénzt is elkérhetnek érte akár, ha te akarsz szervezni. Tehát, hogyha beszeretnél oda menni hozzájuk de külföldön azért most, pont hogy mondtad, ott azért van egy vásárlási kultúra is, tehát hogy ott látnak egy olyan anyagot, amire azt mondják, hogy ez neki különleges, megérinti, akkor ott nem sajnálják rá a pénzt. Te és tudjátok, nem ilyen kis összegről van szó, szóval hogy Magyarországon megvesznek egy képet 15 ezer forintért, meg 30 ért Hogy... Nem, 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 nem. Főleg nem, nem, csak egyébként a, fotókra, inkább a festményekről, vagy hát akár, az a Hát teljesen más dimenzió konkrétan. igen, igen, mert ez egy befektetés. Tehát a legtöbb esetben egyébként az, az viszi fel a kultúrát, hogy ebben nagyon sokan befektetéssel elege és azért is főleg ö, ilyen nagyobb GDP országból, mint akár Németország, erre vannak külön ilyen, ilyen intézetek, ahol fölkarolják a fiatal ö, Igen. Vészeket, akár a suliból már, már, már szemezgetnek, és kvázi igazolják, mint a focistákat, mert nagyjából akkor a pénz van benne. Ö, mert azért, ez egy, ez egy önmagát gerjesztő folyamat, és ez el lehet nevetni, hogy, hogy mondjuk a, a kép mellett kirakott tűzoltókészüléket valaki szeretné megvenni, mert azt hisz, hogy kiáltási terv, de, de hogy vannak, vannak ilyen, ilyen öngesztő folyamatok, hogyha valaki fölkarol egy, egy, egy ifjú tehetséget, neki a, a később a képét akkor is megveszik, hogyha, hogyha egyébként nincs benne akkora érték, de hogy föl lett hype-olva. És ilyenkor, ha valaki olcsón ö, ö, magához édesget ö, tehetségeket, és kvázi rendelkezik a képei fölött akár ügynökként, vagy más szerződéssel, akkor nagyon durvákat lehet kaszálni. Na, csak ezt azért mondtam, hogy ezzel viszont az egész országnak a kultúrája értelemszerűen, ugye, mivel támogatva vannak a vészek, egyrészt erkölcsileg, anyagilag, meg ugye a képzés is, ezért ez tud fejlődni. De azt is el kell mondanunk, hogy Magyarországon ebben a fotósoknak a vizuális megöntők képessége is alacsony. Tehát, hogy ö, mármint az, amit le, le akarnak fotózni, ö, egyrészt legtöbbször nincsen megtervezve, nem jól van megtervezve, nem jók a stylingok, nem jók a modellek, nem jó az egész összkoncepció, és az a hogy ezt eladni eleve nehéz. Tehát, hogy művész értéke eleve nem bír, mit akarsz eladni? ez mondjuk kint külföldön azért uh, sokkal uh, jobban tudják azt, hogy mitől lesz valami egyedi vagy művészi, és ezeket sokkal jobban uh, ki is fizetik, mert érzik benne azt a plusz töltetet, amit mondjuk a magyar művekben nem látsz. Igen, de hogyha azt mondom, hogy országosan nyitok öt ilyen iskolát, aki ezzel a szinttel kortárs művészként tekint a fotózásra, elkezdem kinevelni azt a réteget, őket párt fogolod, velük, és ebbe két nyomsz, és ezt nyomod 5-10 évig, akkor ez változni fog. Enélkül viszont. Hát de nem, nem éri meg senkinek meg. sem, mert 5-10 év alatt annyi pénzbe nem fog visszajönni soha. Hát nem kulturális értéket nem, nem, nem az országnak hát igazából. So, az állam mondjuk ezt támogatná, nem, ha az elkezdi képzés valaki, lenne, igen. akkor teljesen más kategória lenne. Le? nekik, nekik szinte megérné. Meg, meg, azt meg mondom, hogy, hogy, ugyan, ugyanúgy, mint egy Egyébként Magyarországon is tárolni, tehát ez ugyanígy el lehet kezdeni, lehet ide ez is Egy... A, a nagyon mi, irányba vissza ez, a beszélgetés szerintem, de, politikai... de talán így visszakanyarodva még a kiállításra, hogy a végén gondolom mínuszos vagy épp, Leszze. hogy kijön nullára. Tehát Akkor... egy ilyen kiállításnak a megszervezése, mondjuk a mai árakon az félmillió forint. Tehát az, hogy te kinyomtatod a képeket, Ö, catering van, ö, ugye modelleknek fizet az ember a sminkeseknek, mondjuk a divatbemutatóval egybekötött kiállítás. Tehát ez, ez alapos, erre jön még rá, a, ki a kiállításnak a helyszíne, vagy ebbe már itt benne, ö, benne Itt volt. már be, ugye én, én ingyen az, kaptam a helyszínt, meg azért voltak szponzorok, tehát mondjuk szerencsénk volt, mert a Hungária pesgő most ez a reklám. Ö, támogatott bennünket. Ö, következőben számolhatott. De, de most nem, nem, komolyan, szálljunk bele a következőben majd, erről beszéljünk. De, szóval, hogy lehet hmm. szponzorokat szerezni, de nyilván Magyarországon azért ö, nehezebb szponzorokat szerezni. Németországban, amikor ott is volt már több kiállításom, ott sokkal könnyebb volt szponzor, ö, szponzorokat szerezni, cégeket, helyszín, de ott ugye úgy Ilyen van, hogy... igen. igen, ott is fizet az ember mindenél, saját zsebből, kivéve, ha vannak szponzorok, viszont egy olyan közegnek állítasz ki, hogy megveszik a képeket, és abból visszajön az ára. Tehát ott ezer euróért el tudsz adni egy képet, és visszajön. Tehát itthon nem tudsz eladni, mert nem veszi meg senki a képeket. Tehát a és Victor... akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor rászánok, mondjuk félmillió forintot, meg rengeteg bunkaórát, meg stb., akkor az miért éri meg nekem, hogy itthon, van -e itthon, itthon van -e mondjuk. Van egy kiállításod ennyi. Nem És az. elmondhatom, volt hogy van egy kiállítás. Ez meg? volt az utolsó kiállításom Magyarországon, ezt azért hozzáteszem. No. Hát lett volna még egy lehetőség, de visszamondtam, mert egyszerűen nem láttam értelmét. Mm és be, azóta Berlinben volt kettő is, a galéria keresett meg, bevették a képeimet, és mondjuk nem lett belőle eladás, de valahogy Berlinben azért sokkal jobb a... Tehát ott, ott nagyon sok kiállítás van, nagyon sok galéria van, tök más a közeg, meg a, meg a hozzáállás. Úgyhogy én most Magyarországon a közeljövőben nem szeretnék kiállítani. Nem csak ezen tudom. Hát akkor megvan a válasz a kérdés. Megvan, igen. igen. oké. Ha van millió forint oda, akkor inkább fektes bele valami objektívbe, vagy De valami pontosan, gépbe. Pontosan, igen. PPC reklám. Tehát nem rentábilis, illetve hát presztis. Tehát, hogy a neved ott van, tehát azért tévé kijött, főműsor voltam az m tehát azért voltak ennek hozadékai, de... Aztán meghívtak egy podcastba. Aztán meghívtak egy podcastba, igen. De, tehát hogyha hosszú távon ez egy befektetés nyilván, hogy az ember ismert lesz, de, de azért van egy olyan határ, amikor azt mondja az ember, hogy nem, nincs értelme. Egyébként ezek a művészeti dolgok azért nem jók ilyen szinten, marketing szempontból nem jó, mert azok, akik a művészetek iránt érdeklődnek, ők nem annyira szeretik magukat fotóztatni. Ja úgy más, 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 teljesen, így van. Tehát itt arról szól, hogy egyrészt üzenetet közvetítesz, magadnak igen. Uh, ugye hírnévben a kapod, kapod a hírnévpontokat. <laughs> uh, igen, és, és hogyha. Már már Akkor igen, <gül> <gül> ki tudja. De váltjuk majd a végét. Nem, hogy meglátod, az ő szponzor, akkor lehet, hogy azt át lehet váltani. Illetve, hogyha külföldről van szó, akkor esetleg a tudod csökkenteni az adásokból. Igen. guruljunk tovább a következő képre. Jó, a Frida Álmodik című kép. Most ehhez így hirtelen sztori nem jut eszembe, de igazából ez a kép ez elég sikeres volt. Az Aurora Folklamurra fotóztunk, a tévé is kijött forgatni, a divat és design, tehát ott is szerepeltünk, és Hát azt kell tudni erről a képről. Kirakod most... az Instagram, másnap ott, ott, van a stáb. Hogy ez hogy néz ki? a ez, is, ez is egy ilyen érdekes rész. Hogy... Nem, nem. Hát Mert úgy... am, ami, a Fridával valami kapcsolatos, az, az, általában fölkelti a, a figyelmet. Hát igen, igen. Most Ugye? Egy, tehát, hogy ez, egy, ez egy ilyen, te is tudtad, tehát hogy ez volt a. Nem. Akkor tehát mesél, ez ez mesél. még 19-20-as években volt. 19-20-ban vagy -ben történt ez a kép, vagy, vagy csináltam ezt a képet. Igazából az Aurora Forglamúr felkért engem több fotózásra, uh -huh. és neki megvoltak a kapcsolatai, hogy kijönjön a, a divat és dizájn. Tehát ő, ő, ő egy, már bedolgozta ő egy magát. Ő egy tervező. Ah. Divat tervező, és ő főleg ilyen magyaros ruhákat tervez, ami most ugye felkapott. Uh -huh. És elvállaltam a fotózást, megcsináltuk. Itt azért kicsit kevertük már a modern divatot a, a hagyományossal. Én nem szeretem tetőtől talpig beöltöztetni amúgy a modellt magyar ruhába, mert számomra az úgy nem mert megkorlátozza a lehetőséget. Igen, kérszor. igen, és én szeretem uh -huh. keverni a modernnel, és uh, inkább uh, industriál jellegűen megcsinálni, tehát inkább ilyen igazi divat, vagy olyan fashion editoriált készíteni belőle. Ez a kettő határa volt, megcsináltuk, kiött a tévé, uh, de ez egy sikeres kép, tehát uh, több pályázatra is bejutott. <kül> igen, úgyhogy erről ennyit kell tudni a következő. Jó. A következőt azért hoztam, ez a kádas kép, mert ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, amikor a megrendelőnek fotózunk, vagy a saját örömünkre fotózunk. Én nem szeretek esküvői képeket készíteni. <laughs> Én, igen. <Hiptom? gül> és, és felkeresett egy tervező, hogy fotózzak fest... Fashion a és mondtam, hogy nekem unalmas az esküvői ruha, kicsit uh, pusoljuk fel, fekete-fehér legyen, mert az mégis olyan izgalmas, és hát a Terem 22-be fotóztuk, sajnos már bezárt azóta mm. ez a fotostúdió, ott volt egy kád, és hát nekem ez volt, meg voltam őrülve, hogy a kádba bele akarom tenni a modellt. Hol a víz? Hát víz nincs. Ez a kád egyébként ezt meg kellett volna venni. Tényleg, amikor bezárták, mi is az egyik forgatáson felvettünk egy tök jó jelenetet, és végül kivágatták, mert nem tetszett a megrendezőnek, de olyan olyan jelenet volt, hogy. Ez olyan kád volt, mint ami itt az IOS-en a kád emoji, szól ilyen klasszik, Ez a kád, tök jó. Én néztem egyébként, hogy két éve volt itt kidobva egy hogy akkor bevigyük a stúdióba, becsöngessek, hogy akkor csókolunk, csokolom, akkor ezt elvinnénk, de eladó a kád. Végül ott hagytam és akkor kitömtük párnával, mert ugye elég kényelmetlen mm, volt, igen, beleraktam igen, igen. a modellt, amúgy címlap lett ez a kép Párizsban, de a megrendelő utálta, tehát nem tetszett mm. neki ez a sorozat. Én meg imádtam, tehát hogy egyszerűen annyira jó volt, igen, ilyen de kreatív. Itt, itt az mondd a saját védelmedben, hogy a megrendelők, megrendelők miért utálják a képeket ilyenkor? A megrendelőnek az kell, hogy lefotózza a ruhát előről, hátulról, oldalról, látszódjon tökéletesen a ruha, és el tudja adni. Tehát és igazából... nem értek a kreativitás. Nem, nem. És mondjuk ez egy olyan példa volt, hogy utána lefotóztam a ruhát neki előről, hátulról, oldalról, lookbook jellegűen. És, és, boldog volt. Boldog volt, ezeket ő is se tette, meg nem is használta. Én viszont címlap lett. Tehát, mert hogy a, a magazinnak, meg. Nem a az a lényeg, a magazin A kép. Kép, kép nem lesz magazin címlap. Nem, Egyébként nem. tudjátok, mi a probléma? Az, hogy uh, reklámfotónak, tehát, hogyha egy uh, normális uh, cég, uh, nem, most, úgy fogalmaztam, nem, nem, a normáliság a lényeg, hanem az, hogy, uh, egy hozzáértő cég csináltat egy ilyen kampány sorozatot, abban van olyan fotó, amit te mondtál, meg van benne kreatív anyag is. A kreatív anyagot, a reklámanyagot szerintem is kell. Tehát lásd a... ott van az IKEA, akik lefotózzák a széket ott itt, fehér háttéren, meg lefotózzák úgy is, hogy ott De van egy család, és, és kajázgatnak. Most a... már csak egy, egy fehér háttéres van, és 5-6 kép pedig azon nem is látszik a természet. Hát szinten. ezt akartam pont Aha, mondani, ja. hogy az, amit te csináltál, ennek így lenne értelme, hogy a reklámanyagban használjuk a kreatív anyagot. Ez míg a webshopban meghasználjuk a vagy. Igen. fotókat, mert most ott vagy meg őszintén, hogy semmi technikai tudás nem szükségetetik, bátod a vakukat hozzá, kiméred a fényt, lekatintod előről, hátulról, oldalról, viszlát. Tehát, hogy ő magában nem ettől lesz eladható egy termék. És az a baj, hogy egyébként a megrendelők is elfelejtették azt, hogy most már nem azt a világot éljük, mint mondjuk a 90-es években, hogy, ez, hogy a modell, meg a ruha az csak Igen. egy termék, amit el kell adni, ez egy tévedés. Most már meg kell fogni valamivel az embereket, és azzal tud megfogni, hogyha valami figyelemfelkeltő, valami egyedi, valami különleges, ami. Mire... Kell, Igen, egy, ott vagy a 12 tiz kategóriában. Ég. Pontosan, Igen, és, Igen. és, amíg ezt nem tudja Igen. valaki megcsinálni a fotósként, addig nem kell anyagot elvállalnia. De a megrendelőnek is meg kell értenie, hogy most már eltelt az a 30 év, mióta ezt csinálták, és igenis felülni kell a korral, és ezt Amerikában például baromi jól csinálják. Ott sokszor már a webshopba is olyan kreatív képek kerülnek fel, hogy csak pislogsz rajta, Igen. hogy úristen, és ott van az egy kép, ami ott áll egy, magába, de az a legutolsó. Igen. Igen. négy éves volt nálunk, volt egy srác, három terméket fotózott, 8 órára béreltek ki a stúdiót, és aztán visszajött, hogy nem lettek jók a képek. Még három egy, egy, volt. Még egy nyolc, nem? Pénz, pénz, <laughs> pénz csipesz, meg ilyen apróság, meg tárca, meg nem tudom, mi volt. Akkor nem tévedtem nagyon. Aha, tehát ilyen, ilyen, ilyen sztori. És mindenféle kipróbáltak kreatív. kreatívan, mert hogy pontosan tengeren túlra lesz majd a, 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 reklámkampány, és elkölt ö, ö összegeket arra, hogy ezt pörgessék, és annak a képnek tökéletesnek kell lennie. Tehát az, az hát a kell az igény. Tehát a... Nyilván ez nem mindegyik cégnek fordult Igen. még meg a fejébe, majd szerintem. Nem az a baj, hogy 70 ezer az... el egy, egy alumínium pénzt akkor annak annak jó kell kinéznie, meg a fotónak is. Igen. Nem az a baj, hogy a cégek még nem fogták fel azt, hogy neki mi lenne a dolguk. Tehát itt nincs egy edukáció a cégvezetők, meg a marketingesek körében, hogy értsék azt, <laughs> hogy jelenleg mire van igény. Most lesz egy edukáció ez a válság. Igen, ezt akartam mondani, ki ki őket. Szerintem szerintem úgy fogják átészelni az emberek, hogy fogalmuk nem lesz szól, hogy ez válság várs, volt. Nem, ebbe biztos vagyok most. Ez a 2008-as, ha nem Amerikában éltél, akkor ez erre lehetett uh, ilyeneket húzni, uh, meg nem fejlődtünk annyira, talán, ugye mindig ez a mér, mérvadó, de most szerintem ez más lesz, nem mindegy. Ne legyen az. Itt, itt, itt most, kell, kell a kreatív minden, mindenkinek, különben, különben el lesznek uh, felejtve lássva. Mázli, mert lesz munkám. A egyébként mi a baj? A fotózásban is. egyébként szívás. Azért meg az AI nak azért... <laughs> A ja, igen, igen. fotózásban azért szívás nagy kreatívkodás, mert amikor hozzászoktatjuk az embereket a kreatív anyaghoz, akkor majd mindig meg kell szenvedni a következő, hogy még különlegesebb legyen, mert igen. még különlegesebb legyen, és ott már van egy szint, amely már nem tudsz fölé menni. Mindig lehet följön Mind ez, ez Erről ez is ez tudnék mesélni, hogy megrendelő úgy keresett meg, hogy címlap legyen. Nem bocs, de ezt én nem tudom neked előre Ja, hogy, hát címlap legyen. Tehát... <laughs> de hát ez meg kommunikáció kérdése. Tehát én mi is, a amikor... kérdése egyébként. Tessé... Mennyibe kerül egy címlap? Tehát egy... Hát 200-300 <laughs> dollár. No. A attól, attól függ, hogy hol, igen. Ez kommunikálni kell, szóval mi is amikor TikTok videókat gyártunk, akkor elmondjuk, hogy nem mindegyik lesz életünk izi csúcs teljesítménye, hanem lesznek gyengébb videók, mert ha heti három-négy videót akarsz legyártani, nem lesz mindegyik top. Hát le, vagy a videó, rá képes, a videó, mert... videó top lesz, csak nem mindig fog úgy megpörögni esetleg. Hát igen, Legyel, úgy értem, bokok, igen. Vagy legyőznek, vagy csinálsz valamit, mindig saját magadnak állít, következő szinteket. És hát egyszer, de... Csillagos a mondtam, de egy idő után már nincs, nem de hogy nem, de hogy nem. után is van mindig. Ha, Sajnos pont ez a fotózásban, amikor elérsz egy szintet, és már nagyon magas színvonalat képviselsz, akkor már nincs a nagy lehetőség, és ott már nem fogják látni a megrendelők, hogy te ugyan szintet léptél, vagy hoztál a szintet, amit előtte tartottál. És az a baj, hogy amikor már többiek is azt érzik, hogy ők vannak hozzámaradva, maradva, akkor ők is emelnek a színvonalon, és nagyon sokan lesznek egy szinten, akkor probléma van, mert nincs ahol senkinek sem emelni, és akkor megint mindenki belesimul ugyanabba. Ilyenkor jönnek azok a fotózások, amikor a, a, a kettévágott marhák között az évérben tocsogva készülnek a tükörképen, amikor már tudod, hogy nagyon durát kell lépni. Az ja, inger küszöbb. Az a baj, hogy folyamatosan Ilyen. lépni kell az inger küszöbb fölé, igen. Jó, csak megint hol vezet ez? Hát, hát ide, szóval. ehhez. A mészárszékhez. Nézzük a következő képet. Igen. A következő kép szintén egy megrendelői fotózás volt, szintén esküvői ruhákat fotóztunk be. És nem a szél fújt ennyire. De csak esküvői ruhákat fotózunk, kész. Hát Igen, akkor már... volt egy ilyen széria, hogy esküvői ruhákat fotóztam, de ugye én divat szemmel néztem ezeket is, tehát nem nem előről-hátulról, hanem akkor csináljunk valami kreatív anyagot. Esküvőre volt már felkérésed? Volt. Elvállaltad? Nem. Nem. Okay. Na nézzük, mi, mi van itt a háttérben? Na igen. Ez nem? Hmm, nem. <laughs> a tüskecsarnoknál fotóztunk, és ez, ez is... A... Szúrós de Ez folyt. a teteje? Igen. A igen. a tetőre. ez zajja egyébként. Ezeken el... A... mint a csarnoknak a teteje, <laughs> és, ezt, és ezt a tetőn, a zöld tetőn fotóztuk, és akkor így, így a tüskecsarnok. Amúgy több is látszott belőle, de ez az a kép, ami... Nem tetszett a színe volt be. <laughs> <laughs> az a zöldes? <laughs> Ez a kép jobban mutatott fekete-fehérbe, amúgy uh, színesbe is megfuttattam, ezt azért hoztam ezt a képet, mert, mert egy pályázaton első díjat nyertem vele, egy PSA Gold medált, és ez is tipikus példája annak, hogy a megrendelőnek nem tetszett, mert ugye alig látszik a ruha, viszont ah, igen, kreatív, igen, igen. És, és ezzel díjat nyertem. Persze aztán utána megkapta a megrendelő azokat a képeket, ahol előről-hátulról be van fotózva a ruha, de ez és egy... tapsikolt Igen, igen, de ez egy PSA gold medálos kép. Ilyenkor amúgy, hogyha mondjuk díjat nyer a kép, akkor szólsz a megrendelőnek, hogy hello, amúgy me jártam vele aha. egy díjat, és hogy hát, hát, nem érdekli az a baj. Nem érdekli nagyon. Ne. Azt sem szóltam, meg kitettem. Lehet, hogy ő is ezt megosztotta, már nem emlékszem. Ha mondjuk én örülnék azért, hát, hogy az én termékem <hállt> van rajta. Kirokja <hállt> hát, egy posztba, hogy elsőet de pont nem érdekli őket. Őt csak a bevétel érdekli, hogy eladja a ruhát és mennyit. Ez is szomorú egyébként. Szerintetek változtat a, a, forgalmon? Hogyha mondjuk ez Nem. egy... Szerintem is. Tehát mm. ez van, hogy Nem van felé. egy szűk réteg, ugye, akik, akik, akik tudják egyáltalán, hogy mit jelent ez a díj, meg egyet ezeket pörgetik, és látják, hogy a nézik, de, nézik, de, én, igen, igen. Igen. És másik pedig maga azok, akik, akik a ruhákat beszélnek. Egyébként attól függ, mert lehet, hogyha úgy kommunikálná, tehát beépíteni a marketingbe, és ez de is egy ilyen magas kommunikáció lenni. lenni. De, mit mondasz erre? Te látsz, látsz egy ilyen, volt már ilyen, ilyen fúzió, esetleg, felhasználták a a magát a, a fotós értéket is a, igen, a képben? Igen, Tehát a például most el, igen, olyan jó, A ott pillangos képeknél jó. volt konkrétan okay. ez okay. igen. Jó. Igen. jó. jó hát ez, ez egyébként mindig mondom, ez egy ez egy tök jó mint a példa a Gyalosok. fekete fehérre hogy. Ja, ez, ez még ez, nekem is tetszik. <laughs> Nehéz, mert sokan, sokan látom, hogy, hogy nem ezt a fajta látásmódot nyomják a fekete férbe, de borzalmasan más, és nagyon jól tud működni. Tehát amikor leveszed a színeket róla, Igen. akkor szinte, mint egy, 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 sőt, ez egy új kép. Tehát, hogy... Igen, nekem volt egy időszakom, korszakom, két éve, amikor csak fekete fejében kezdtem a streetet fotózni, pont emiatt, mert ugye a divatot mindig színesbe hm. fotózom, és ez egy teljesen más látás. Meg egy képből tudsz ötféle fekete-fehéret, más hangulatokat. Tehát Abszolút. úgy hívod elő, hogy akarod. Igen, tehát nagyon, igen. nagyon, Jó, de Színesbe is tudod a színeket manipulálni. Nem, olyan, nem Nem annyi. Nem annyi. Tehát de, hogy a fekete fél, sokkal, 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 többet. Tehát minden egyes szint külön úgy tudsz válogatni benne. Hát, hát színes is. Jó, de az nem. De ha túltolod, akkor hülyén néz ki. Hát, hát azért, mi mi fekete fél fél nem így fog kinézni. és én ezt, mit mondanom. Egyébként ugyanaz a modell, Én is Igen. Igen. Micsoda, hát, hát ő... egyet láttak, hogy ez a modell? Hát ő vele szeretek... volt a jági, nem? Szer... nem? Nem, nem ő a sába. Volt? Én nagyon sok a, a művilágot is vele fotóztam. Volt jaj, jaj, egy pár bocsánat. sorom, amit vele nem fotóztam, mert nagyon profi, nagyon-nagyon jól ö, pózol, meg nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. De hát nyilván egy idő után már unalmas, hogy tehát új modellt kell keresni. Magyarországon kevés olyan modell van, akivel szívesen dolgozom együtt. És miért el tud mondani? Mert nem profik. De honnan hiszik magukat és úgy éretik magukat. Igen, igen. Ezt mi is Tehát is. azért Berlinben sokkal, sokkal több lehetőség van modell szempontból. Főleg az, hogy én szeretek ö, ö, különböző arcokkal dolgozni, tehát nem ez az egy tucat, hanem legyen valami különleges, valami igen, vagy akár ö, más, én szeretek például fekete lányokkal, vagy, vagy valami egzotikusabb hát kevés van, modellekkel Magyarországon van, van. van egy-kettő, de ők nyilván nagyon drágák, meg felkapottak és kint meg szembe jön velem az utcán rögtön is, tehát és hogy más. És ez minek köszönhető vajon, vagy Hát ugye Berlin egy multikulti, tehát ott, ott gyakorlatilag mindenféle kultúra van. Most ugye, hogy fogalmazod a magyar részét. Magyarország. Hát ez egy zárt kis konzervatív világ. Nincs kultúra. Nem, nem. Tehát Magyarország Most más, ez egy zárt világ. Van egyébként itt is akár ázsiai típusú, akár amerikai, akár Igen, fotoztam már ázsiai modellt. Nem ezzel van, a baj alapvetően, hanem inkább itt a saját gondolkodásmódjuk van a probléma, hogy túl vannak pozícionálva, és ők ezt előszeretettel hangoztatják is, hogy ők mennyire drágák, és ők nem lehet, ők olcsó nem dolgoznak. Tehát ez sajnos, ha megnézed a magyar Facebook csoportokat, akkor ezt előszeretettel hangozhatják is. Uh -huh. Külföldön meg egyébként vagy meg őszintén, hogy nagyon sok olyan is elmegy tfc alapon fotózásra, aki extrém profi, de éppen akkor van neki szabad ideje, és az ügynökség érdekes módon a TFC-dél fotózásokat ki nem nagyon köti meg. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy ő szeretné ingyen lefotózni, és ez egy jó koncepció lehet, és az ügynökség felhasználhatja a képeket, gondolkodás nélkül engedélyezik. Itthon nem. Igen, mondjuk nekem itthon is volt ügynökség, aki adott teszt, tesztfotózásra modelleket, de nem aha. voltak profi modellek. Nem Viszont Berlinben tényleg van egy olyan ügynökség, aki szokott nekem modelleket adni ingyen, tehát TFCD-re, és örülnek az anyagnak. Abszolut, aha. De mondjuk főleg a kezdő ügynökségek, tehát akik még nem ilyen felkapottak, azok szokták hát, de Hát olyan modelleknek, akiknek kell az anyag. Az anyag, mm -hmm. kell az anyag igen. Meg nem olyan ügynökségek, akik profibbak, de a modelljük éppen nem fél éve nem kapott munkát, ott egyébként szokták ezt ajánlani, uh -huh. hogy menjenek el jó fotósokhoz gyakorolni, mert kimegy ki a gyakorlat egyébként az emberből, hogyha sokáig nem csinálja. Másik részről meg uh -huh. ők mindig arra építenek, hogy amikor tesznek fel új anyagot, akkor kicsit megnő ugye az ázsiója a modellnek, hogy látják újra azt a modellt másik szituációban, más ruhában, más uh -huh. helyzetben, más karakterben, és akkor gyakorlatilag hát ez egy újabb munka lehetőségét tud biztosítani a lányzónak. És egyébként ez ki nagyon működik, ezt használják is ki gyakran. Igen, igen. És nem csak Németországban, Angliában is. Mm -hmm. Jó, Igen. nézzünk a következő fotóra, mit hoztál. Hát ez most megint egy nagy magyaros <laughs> fotózás, szintén az Aurora Forglamúrral. Ez már a Medizonban készült. A Medizonban készült. Azért hoztam el ezt a képet, mert Amerikában nagyon szeretik ezeket a képeket és... A magyar miatt? Vagy mire gondolsz, melyik részét szeretik, vagy a, vagy a madarakat? <laughs> <laughs> ezt a tradicionális népviseletet szeretik, és amúgy ez Amerikában volt címlap. Nem ez a kép, de ebből a sorozatból. Ö, miért, miért ezt hoztanak? <laughs> ez egy jó kérdés, hogy miért hoztam ezt a képet? Az zöld miatt. Igazából ennek is van egy története, a madár. <laughs> a, madár a madár miatt hoztam el hogy... Az nem, lefutatok. igazi, az nem igazi, ugye? Nem igazi madár, ah, pedig és hittem, egyet. annyira jó hangulata volt ennek a fotózásnak, néptáncosokkal fotóztunk, nem modellekkel. Kicsit voltak is fenntartásaim, hogy nem lesznek olyanok a képek, mert ugye megvolt a megrendelőnek az az igénye, hogy hát ez már pedig magazinba menjen, és magazinba azért profi modellekkel illene fotózni, Jól, de ez a lány... Autentikus lesz viszont Igen, de ez a lány meg nagyon-nagyon jó volt, és annyira belejött a végén, hogy felkapta ezt a madarat a kezébe, és elkezdett a madárra pózolni, és ez az utolsó kép. Ez egy inspirációs történet. Igen. Fúra, egyébként ja, mert a magyar motivok között meg ugyan van ganab, de pont, hogy zöld, sötét zöld, vagy olajzöld, meg annyira nem. Főleg így, Tehát így ezekkel, nem a... is tudom, mi az, ami kilóg, vagy milyen ez? De jó, ez amúgy... Nem tudom, egy ilyen kitömött madár volt a medizomba, felkapta... Aha. Nem, ez egy... Nem galamb. A galamb az fehér. Ez egy turulmadár. <laughs> Pici turulmadár. Igen. Bébé, bébé. Oldaluk alatt, igen. Nem, nem turul. Fióka. Mindez szóval ennek olyan jó hangulata volt, hogy ez volt az utolsó kép. Igazából ezt az én örömömre lőttem ezt a képet, mert nagyon be volt határolva, hogy mit kell fotózni, és nem nagyon volt... Ilyen kreativitás benne, meg ilyen szabadság. Szörnyű, nem? Ö, hát igen. Tehát van, amikor 30 oldalas leírást kapok. A, ú, ezt nem is hoztam el azt a képemet a berlini metrós fotózásból. Ugye <laughs> Konkrétan a, a megrendelő 30 oldalnyi anyagot küldött hát nekem, hogy mit pózolhat a modell, és mit nem. És annyira meg volt kötve a kezünk, hogy szóval nekem volt egy ilyen... Szörnyű egy, volt. Egy dubai cégnek kellett uh, portréfotót csinálni a, az alkalmazatról, mert hogy följebb bukott egy pozícióval. És gyakorlatilag kaptam a lenyírás, és nézem, ennyi mindent nem is le, lehet egy rohadt állófotóról egy pasinál, és lehet, ha az, hogy milyen szögben, hogy tartsa a kezét, igen, melyik, hogy az... melyik lába legyen elő, hogy legyen, legyen manzsetta, izé ne legyen. Tehát, hogy, és hogy lefotóztam, és nézzük, hogy figyelj, együtt néztük a srácsa, hogy ez így jó lesz, akkor mibe lehet még belekötni. Ja, nagyon, és konkrétan a valami. megrendelőt nem mertem összeengedni a stylisttal, mert a stylist kiakadt, és mondta, hogy ő lemondja az egész fotózást, mert a megrendelő olyan szinten megkötötte a kezét neki is, hogy mert csak az semmilyen, ha, hát tehát semmilyen szabadságunk kocsi, nem volt gyakorlatilag, tehát így ott volt ez a 30 oldalas anyag, aztán fotózzunk, köszi. Volt hát már... ez ilyenkor nézőpont kérdése, tehát hogy... Igen nyel az egy ember egy nagyot, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor ez a feladat, akkor ennyire profi, csinálom, és... Mennyire e profi a stylist, itt most ez Pontosan. Nagyon profi, én nagyon hát, szeretek vele nem dolgozni. mi mit gondoltok? Mm. Melyik ki volt a profi? A profi? Hát, hát nem, nem profi. Ki volt ő? Hát, hát, egy jó nem. ukrán stylisttal dolgozom hát, együtt Berlinbe, igen, és ő vele volt. Amúgy ezt elfelejtettem azt a sort elhozni, vagy egy képet ebből a metró fotózásból. Mi megkeressük akkor. Jó, mert ez egy, amúgy nagyon érdekes fotózás volt. Igen. De visszatérve a madárra. <laughs> hát fizetni kellett a biztonsági őrnek 600 eurót azért, hogy ott ült mellettünk, és azt nézte, hogy mi ott. Mert hogy a metróban ilyen nagyon durva Élet biztonsági. Igen, nem szabadott vakúzni, amikor jött a metró. Hát ezt, mintha mondtad volna az előbb? Igen, talán beszéltem. Lehet, Igen, 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 ez igen. igen. Mert akkor ilyen nagyon friss élmény volt, most már. Most már nem annyira friss. Igen. És ezt, te, gondoltad volna, amikor így fotózásra adtad a fejed, hogy ott hagyod a rideg, kemény mér, mérnéki <laughs> munkát, meg a projekt <kül> e, és aztán ugyanebbe fogsz belesni végül Nem. a fotózásnál. A, a legnagyobb kreativitásoknak a, az előszobájában végül úgy gúzsba kötnek, hogy mint a húsvét Nem. és sonkát. Nem. És azt sem gondoltam volna, hogy a projektmenedzsment szkíjeimet fogom hasznosítani fotózásba. <laughs> de hát folyamatosan szervezés, igen, tehát igen, erről igen. szól az egész, úgyhogy abszolút. Akár csak egy fotózás, és nem csak egy kiállításról, jesszusom, hanem igen. Az, az mind ugye igen. sok embernek összehangolt Hát munká, Itt konkrétan tíz embert irányítottam a metrós fotózáson, és ugye annyira vicces volt, mert ugye jöttek-mentek ott a járók elők, gyakorlatilag mi meg úgy ö, mozogtunk ott, mintha stúdióban lennénk, és akkor ott voltak kitéve a ruhák, nem tudom én, 10 szet vagy 15 szet ruhát fotóztunk be, és akkor jöttek. Hol, hol mondták... öltözött át arányzó? a lányzó? Hát ott. Uh, Mert kocsiba. <laughs> Elment egy álmas, meg visszajött. Igen. Szerintem majd ezt a képet majd. Igen, hát küldd el, hogy bevágjuk az adásba. igen, jó, igen, Jó. Mert az jó, érdekes. Következőt. Következő. ez a fájtlas, ugye? Azt látjátok? Igen, igen, igen. igen, az A Magic, Magic of Seals. Magic of Seals, igen. Hát ezt azért hoztam el, ez is egy megrendelői fotózás volt, gyakorlatilag az volt a feladat. Szóval mindig olyan, olyan házi feladatokat kapok, hogy de a se, se, sejjem az nem annyira PC. Hát Mesélj. egy ekkora, ekkora sej. se. Tehát ö, volt egy, ö, egy sejemfestő lány, aki kézzel fest sejmet, és ilyen ekkora kendő, ilyen 20x20-as kendőket csinál. Ez amit lecsinálj, azt... Fotózzam be szépen, köszi. <laughs> és akkor ez volt a feladat. Összevarodtad vele és mondtam neki, hogy hát csináljon nagy kendőket, és akkor beöltöztetjük a modellt, mintha ruha lenne, és akkor így elindult bennem ez a flow, flow hogy akkor szállni fog a kendő, meg a sejem. És ez tényleg ez a képen feste, kézzelfestett sejmet látunk. Kézzelfestett sejmet, annyi ö, belenyúlás van itt a képbe, hogy a nagy izgalomba elfelejtettem multi mert én ezt multi akartam meglőni ezt a képet. Úgy, és, Photoshop, a Photoshop a és a Photoshop a jó barátunk, <tos> <tos> Photoshopba ö, varázsoltam bele ezt a, ezt a multi hatást, hogy, hogy ö, egymásra vannak, ugye itt három réteg egymásra van, és el van fordítva. Ez is uh, kiállításom szerepelt, ez az anyag. Uh, bár... tudták, tudták, hogy Photoshoppal van az effe effekt létrehozva? Megrendelőt nem érdekli, hogy mivel van a, a, ki... a végeredmény érdekli. Kiállításra, de csak vicceltem. <kül> uh, valószínű, tudták, igen. És uh, be is szólt az egyik uh, <laughs> Jó, na, na. régi motoros fotós, hogy uh, hogy a Photoshoppal most már bármit is lehet csinálni. Jaj. Csalás. <laughs> Csalás a Photoshop? <laughs> hát igen, ugye vannak ezek a régi motorosok, akik azt mondják, hogy a photoshop semmit nem szabad. Tehát, hogy nem igen. szabad a képhez hozzányúlni, meg megmódosítani. Én meg ugye itt azért jócskán belenyúltam. Na, ez az, amit mondtam Roland a múltkor. Mm. És Roland mondta, hogy nincsenek ilyen emberek, de mondom, vannak. Te Fel de kell venni a Facebookra, nem. lesz, aki beírja, hogy ez csalás, hogy te igen, itt fotósok voltál. Igen, igen, igen. De itt jól látom, hogy ugyanaz a kép van háromszor a uh, múlt van, ahol nem lehet Vagy ez három különböző? Ugyanez, ugyanez a kép. Ugyanez igen. Igen, igen, De van, ahol nem lehet photoshop Ha beadsz, beadsz, egy, én. egy, egy természetfotó pályázatra egy képet, ott nem, nem. nem. ki az eget. Nem. Ott ennyi. Ott szerintem bele is van írva a diszvalifikálás. Így van, meg a report fotónál is, hogy hát szabad ott ott bele tata, Jó, hát ezek más, de a művészeti fotót nem. miért, bele? Igazából ezt a képet most már nem így csinálnám meg a mostani tudásommal, de akkor ez ezt Ez egy külön csináljuk. jó játék egyébként, amikor múlti igen. export csinálsz. Tehát az egy, az egy nagyon, 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 kreatív és nagyon, nagyon érdekes dolog. Most újabban hát? rákattantam amúgy, ráadásul polaroiddal, úgyhogy... Ja, ugye, aha, aha. ezt elkezdtem mondani. analógozni. Igen. Még ugye, ha ezt megcsinálod negatívan és az, el, az előhívóban, akkor az is egy külön külön művészet, igen. miért ne lehetne igen. a photoshopolás. Az pont, de valahogy bele akartam rakni az egyik adásba, amit ezt jobban kifejtjük. Hmm. Igen, hát én azt vallom, hogy ö, ugye a végeredmény a fontos, mm. tehát hogy egy, én egy én is. műalkotást csinál az ember, most azt mondjuk hogy mivel érem -e festve, vagy ö, ilyen kollástechnikával, vagy, vagy Photoshoppal, vagy, vagy, vagy... vagy mondjuk az AI, az, az, az kicsit Igen, de, de arról ne is beszéljünk. Most ezt mondjuk, hogy csalás, de majd tíz év múlva. Erre akarok majd világítani, ez egy igen. Külön, külön adás lesz. Igen, igen. De én, én azt gondolom, hogy ami így vizionizál az ember, és meg szeretné valósítani, teljesen de milyen technikával csinálja, hmm. a végeredmény a fontos. Persze. Úgyhogy igen, itt, szóval. itt ez, ez lett a végeredmény, és amúgy itt nagyon örült a tervező, tehát nagyon-nagyon szereti ezeket a képeket, szokta posztolni, használni, több kép készült. Vagy És azóta kép... csinál ilyen na, Nagy az kendőket, igen. Igen. Oh, igen, 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 jó. igen, jó. Rá szoktam beszélni a tervezőket egy-két módosításra. A pillangóknál kis pillangókat csináltattam a na nagy az, az is no. lesz majd. Ezt a képet azért hoztam be, ezt a Magdolna Veronika hótkotűrrel csináltuk. Egy, Bo bolyan. Ez nagyon durván jó. Igen, és, és, hát ez is annyira vicces volt ez a fotózás, mert nagyon nem volt kedvem hozzá, esküvői ruhákat fotóztunk a várba. Már megint. Igen, és, és, volt ez a türkiz ruha, amit ráadtunk a modellre, és de már rohanásba voltam, mert rohannom kellett valahova, meleg volt, nyár volt, ilyen 40 fok, már elegem volt az egészből, és fölvette a modell ezt a türkiz ruhát, és ugye a Várkert Bazár, tök szépek itt a csempék, passzol, tehát tényleg a ruhához illik nagyon ezt illik. Ó, bele kellett nyúlnod egyébként a színekbe? Nem. Hú, hú, hú. ez Nagyon ez jó. majd, Nagyon hogy durva. nem nyers. Wow. Tehát annyi, hogy a, a fejét egy kicsit megdetusáltam, de ennyi. Akkor nem vakú van? Vagy kicsit technikai részletek? Igen, ö, hát ö, mindig kinevetnek, amikor elmondom, hogy én milyen equipment fotóztam ezeket van, a képeket. Kamera kamera, egy 80 80 as összecsukható Godox softbox, és egy rendszer vakú külön egy állványon ezzel a softboxsal, és ennyi, és hát a valaki, oldó. A, a valaki kábor biztos nem nemetné. Nem. nem, mert mindig ezt mondom, egy csak van. mindig hülyének néznek. Persze, ö, hát ez konkrétan egyszer ö, a stylist, amikor meglátta, hogy milyen felszereléssel jövök, akkor még a kezdők kis kamerám volt, Amondta, mondta, hogy ezt, ezt, nem hiszi el. És hát tök jó Nem a, múlik. Persze, a, a igen, tudásom igen, múlik meg azt, hogy te mit akarsz látni. Igen. De legtöbbször azt feltétlik el az emberek, hogy koncepciót érkeznek valahová, és foglalnak ott a helyszínen megoldani valamit, ami nincsen kigondolva, nem, mát, és mát, nem az nem baj, amikor már nem. utolsó egy jó a futás, akkor nincs rá lehetőség. Nem, nem. tehát én, én, ezt is tanítom ugye a mesterkurzusaimon, hogy koncepció kell, tehát hogy koncepcióval megyünk mindenhova. Igen. De teljesen minden milyen fotózás, ha családi fotózás, no, oda is. is koncepcióval megyek. Mert ha nincs meg előre, hogy mit szeretnék, akkor az egész az egy ilyen hát mondjuk azért ö, szerencsejáték lesz. Csaldi fotónál, hogyha mm. mondjuk van begyakorlott stratégiád arra, hogy milyen típusú képeket szoktál, Igen. akkor mondjuk ezt nem kell készülni. Mm. De mondjuk, amikor tényleg egy amatőr család oda megy hozzád, akiket még nem láttál, Igen. és ott a helyszínen derül ki, hogy négyen vannak négy különböző típusú meg mm. stílusú ruhában, akkor azért, hogy. Mondjuk mi is forgatunk egy klippet, akkor jó, ha neked már van egy koncepció a fejedben, hát mert más. a megrendelőnek nem biztos, hogy lesz. De neki biztos, Száll hogy le nincs. Hát <laughs> nem, ha sok van, az nem jó. Van. Igen, <laughs> csak hogy <laughs> Igen. Ne neked már össze kell rakni fejbe, nem. hogy mit fogsz csinálni, mert... Máskülönben ott állnátok és gondolkoznátok, hogy mi lesz most így velünk. Egyébként nekem az mind nagyon meglepő, hogy 2023-ban a megrendelőknek egy nagyon nagy részének szerintem fogalma sincs arról, hogy milyen Hát De ezért vagy eláltani. te? Ezért vagy te a kreatív nem, ember, nem ember vagy az ezért az... vagy te a fotó? Nem, nem, én nem kreatív emberként vagyok ott, egy fotósként vagyok ott, csak most már eltettük megint egy újabb szerepkört, ugye Igen. a fotózás minkes <laughs> Stylist. Hát az ö... art director Ez ugye... egy külön szakma lenne. Igen. Csak az a baj, hogy most már ezt is a fotósok elkezdik átvenni, és az a baj, ha megnézed azt, hogy neked mennyit fizetnek, akkor nem a 3 munkakört fizetik ki egyszer, nem egy fotósért fizetik ki, de négy munkakört várnak el tőled. És ami engem legjobb... most örülnünk kell, hogy van munkánk. Szerintem meg nem, szerintem meg ki, ki kéne fizetni ezekkel a cégekkel, ezeknek van pénzük, csak úgy vannak vele, hogy ha egyszer egy személy tudja csinálni azt az öt munkakört, akkor még sem meg öt különböző. És ebbe igazuk van, tehát ezt hozzá kell tenni. Az más kérdés, uh -huh. hogy itt a, a munkavállalónak kellene elég tökösnek lennie ahhoz, hogy azt mondja a gyerekek, ez öt munka, ez ötször annyi pénz. Hát ha meg nem akar, akkor akkor ne Tehát itt összefogás kell ahhoz, hogy megnézzük. Én tudod, hányszor mondom el azt a De megrendelőjének, jének, hogy most mondok egy példát, videóanyagot anyagot akarnak összetenni, és ezt scriptet írjanak hozzá, hogy pontosan mi legyen a videóklipben nem videó, ez egy videó, egy mm. reklám videó. Mm. És hát, hát ő nem tudja összerakni, de mondom, no, mit akarsz benne látni? Hát majd én találjam, hogy ő mit akar benne látni. Igen. Amikor én kitalálom, akkor meg hát ezt kihagytuk belőle, ezt, ezt kell volna így kell megcsinálni. Nem, előre elmondja, meg leforgatjuk, összeállítjuk olyan, amire ő kért, és le van adva az anyag, és az van, amit ő szeretett volna. És az az, vagy mai világban, ha pont amit mondtál, hogy a megrendelőnek vannak kötetei, általában olyan böszmötletei vannak, hogy fogod a fejedet. Viktor, mesélj, egy videóki <síns> forgatást, <síns> tessék, itt van. Hát milyen, most milyen koncepciók vannak most mostanában olyan okom voltam, ahol nem volt ötlet, és nekem kellett mindent kitalálni. De Nyilván. Át, Menj, menjünk nem oda konkrét, konkrét a... szkriptel. Aha. De ennyi idő lesz, no, megoldod egy óra. Alatt. Figyelj, a script egyébként alapvetően jó lenne, mert a szakember, hát hogy jó látja lenne, a van. scriptet, akkor tudja, el tudja mondani, hogy figyelj, Igen. ez itt nem jó, logikai hiba van benne, vagy nem tudom, retorikai hiba van benne, vagy bármi, és akkor ezeket ki tudjuk javítani. Meg nyilván vágás közben azért Viktor is egy csomószor látja, hogy utólag, hogy máshogy vágja meg az anyagot, hogy más mellett dönt, mert tudja azt, hogy oda jobban beleillik, vagy ja, egy másik Egy forgatásból bevágod, mert ja. játszik. Szóval egy szó, mint száz, azért a felelősség ott lenne a megrendelőknek, hogy igenis vegyék a fáradtságot arra, hogy a saját komolyan véve, ezt, ezeket így megírják, vagy legalább egy vázatot írnak hozzá, amire már lehet építeni, csak ez sincsen meg legtöbbször. Hát igazából ezek a kis megrendelők azért a nagyobb márkáknál. Hát, Sottolak é... a ötletek a nagyobb márkáknál. Igen. <laughs> tehát, hogy ez sem mentség. Hmm. Igen, Sajnos mert, mert most nekik van-e nekik van már egy, egy olyan ö, ö, múltuk, hogy ők úgy gondolják, hogy ők. <kül> ízélték azt a bizonyos spanyol viaszt, Igen, és hogy ott... le van lenyomva a torkona a legtöbb ügyesség. Meg tapasztalatuk van, tehát azért a legtöbb ilyen kisebb magyar tervezőnek nem nagyon van tapasztalata. Hm. Tehát ők összekeverik például a, a lookbookot a, a kreatív image képekkel, és például most a berlini fotózásra visszatérve arra, a metrósra, ott is az volt, hogy Hát ő úgy gondolta, hogy a lookbook képek, meg az image képek az ugyanaz lesz. Uh -huh. És mondta meg, hogy, szóval hogy ez felejtsd el. Tehát, hogy ez két is ugyanaz. Mondjuk, ő nem magyar megrendelő volt, hanem. Mi ez neked, Igen, 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 neked a kettő között. Hát ugye a lookbook a, a webáruházba fotózom be fehér háttérrel, előről, hátulról, oldalról, a termék látszik, ez alapján veszi meg a vásárló a, a ruhát, vagy a terméket. A kreatív image képekkel meg eladjuk, ugye. Ez reklámfotó. Reklámfotó, igen. Jó. No, Ennél a kép azt akartam, hogy nagyon szerencsét volt a modellel. Igen, és akkor ez, ez még egy sztori. Angelina Jolie is, nem? Hogy, a modell, hogy a modell. használja az, extra, az, az, extra, az, az, az extra, szert, Így elkezdtünk fotózni, én nem tudtam, hogy ő ki, és akkor mondom, figyelj, mert ugye ezért már van tapasztalatom, mondom, te profi modell vagy, meg dolgoztál ilyen ügynökségeknek, és mondta, hogy igen, Milánóban hm látszik. Nagy Az, hogy... márkáknak dolgozott, tehát és még ez a kép ugye itt elkezdett pörögni, meg elkezdte a ruhát pörgetni össze-vissza, mert ő is unatkozott, meg én is. Mindez 40 fokban, csak tegyük Mindez 40 fokban, ah, és, és akkor na jó, volt. próbáljuk <laughs> ki, igen, próbáljuk okay. ki, hogy, hogy ebből misül. ki, és akkor számoltam egy-kettő-három, és akkor lőttem ezt a képet. Több ilyen kép készült amúgy, és, és hát tök jól sikerült. Annyira lehet látni egyébként a profi modell, meg az amatőr közti különbséget, mert mert az előző képeden, nem az előző, az az a magyar ruhás képnél, ott nagyon látszott, hogy ő bámul előre, és nincs meg az a, tekintet, meg nincs meg az a, az dinamizmus az arcában. De itt például látod azt, hogy ez a modell úgy használja az arcát, hogy néz a kamerában, és így a hajadének által tőle. Nagyon, nagyon zseni. És jó, ez, hát ő a ez Armaninak vagy a Gucci-nak volt. Ezt akart mondani. Egy ilyen modell viszont Magyarországon Nincsen. az az ezerből egy. Igen. csatok bele majd a Én ezt nem annyitom. Videó is, videó, videó is és Mi azzal kezdtem? Én ezzel nagyon figyelek, én, én fél. nagyon utálom azt, amikor ilyen kifejezést a arcokat vágnak a a képek, hány érem van tőle. És amatőr modelltől is megköltelem azt, hogy én is használja az arcát, amit nem szoktak neki annyira rülni, de azt, amikor a képeket látják, akkor basszus, de jó lett. Igen. Nagyon nem mindegy, és ez nagyon fontos szerintem, az egyik legfontosabb a fotózásban, hogy kifejezéstelen arca nem fotózunk le modelleket. Pontosan, és ezt is szoktam mondani, hogy ugye amikor megnézzük a modellnek a szedkártyát, akkor mindig olyan modellt válasszunk, akinek kaméleon az arca, ami azt jelenti, hogy mindenképpen más. Mert Sok ha mindenképpen, pontosan, hogy ugye ők színészek is, és hogy el tudjanak játszani külön, mert hogy azért, amikor egy kampányt fotózunk, érzelmeket kell eljátszani. Hogyha a megrendelő szeretné, hogy szomorúak legyenek a képek, akkor szomorúnak igen. kell lenni. Ha vidám, vidám. Ha, ha unod agresszív, feje, igen, agresszív. Ha, ha unott fejet vág végig, és mindenképpen ugyanaz. Kivéve azt kérték, de igen. Igen, nem akkor, olyat nem szoktak kérni, akkor <laughs> akkor az, az értéktelen, sorozat lesz. És az a legdurvább szerintem, hogy Magyarországon, aki igazán jól használja az arcát, és most kimondottan arról beszélek, amiket fotócsoportokba feltöltenek, mint modellek, uh -huh. akik tudjuk, hogy nem modellek, de annak tartják magukat, akkor el lehet mondani, hogy itt a Magyarországon az ezerből egy kategória van, hogy ezerből találsz egy olyan lányt, aki tényleg úgy néz bele a kamerába, úgy használja az arcát, a testét is, nem, hogy zavarba jön a kamerától, hanem érzi, hogy ő neki most szerepelnie kell, és tudja, hogy szerepel, és nagyon-nagyon pozitív ettől, és, és magát, és ambíciói vannak, és az is átjön. Viszont Magyarországon mit nem szeretnek a modellek? Mosolyogni. Szinte egyik se. Mondjuk a divatban ugye Ott nem divat. Nem kell, persze. Nem, ott nem, nem divat kell. a mosolygás. De mondjuk youtube ha... vagy olyan kérés van, hogy igen, de igen, amikor igen. csinálsz egy egyéni anyagot, és mindig bal néz a modell ki a képen, hát az úgy, az úgy fájdalmas tud lenni egy, egy 140 képen, hogy így azt látod, hogy igen. nem tudom, a családja elütött egy kacsa, kacsa családot az uton, és még ezen is sírnak. Tehát, hogy így, jó, hát de rá az országban, mit mosolyogjon. Jó, <laughs> <laughs> jó, jó, jó. Egy, egy utolsó, kép, a utolsó kérdés erről a képről. A vakut azt hova raktad? Én azt satszolom, hogy, hogy magasan van, ugye van egy er, elég erentős árnyéka a modellednek az, a, az ellen. Ez hát nincs olyan magasan. Által a általában bal oldalt szeretem, tőlem bal oldalra szoktam tenni, most ezt meg nem mondom. Nekem így nagyon föntről és jobb, jobbról tőlem. Nagyon nem? nem lehet? Nem, nem. Ez kettő Tehát méter itt maxon, meg a Természetes fény kestről. is azért volt, itt csak egy nagyon picit derítettem rá, igen. A ruhának is azt látom a tetején ja. van ja. be. Világítva. Itt szerintem bal oldalra raktam a szóboxot a fejmagasságban a modellel. És Jó, nekem ennyi. az már magas. Jó, igen. és, ö... és Főleg, hát annyi megnézzük, az... hogy a modellhez képest én milyen magas vagyok. És hát annyit még azért elmondanék, hogy egy ilyen jellegű képet nem lehet kezdő modellel elkészíteni, tehát... Hát ö... nehéz. Ö... Ugye én mindig, ugye ha vakuzunk, akkor egy lövés van, tehát nem vagyunk sportfotósok, tehát nem lehet sorozatlövést ja, adni. De rendszer lehet. Én nem szoktam, én egyet, egyet, sokkal, jobb, mert, nem, olyan lesz, nem a pont a két. Hát akkor, hogy mekkora teljesítménye van a vakó, hogyha egy per van, akkor nyilván nincs értelme, hogyha viszont mit egy per 60 vagy egy per 32 az ha Hat képet csinálsz másodpercenként, nem lesz benne az, amikor te látod, hogy mit akarsz. Nem, hát itt, konkrétan az volt, hogy számoltam, és megnyomtam, és, Nem tudom, nekem ez jön be, kinek? nekem is ez jön be amúgy. És hát ugye ilyenkor arra kell figyelni ugye a póznál, hogy hogy amikor ugye forgásban van, hogy utána beigazítsa a fejét, a kéztartást, a láptartást, ne legyen csámpás, sok, kezei sok szépek legyenek, kell, sok, sok mindennek kell. kell. Sok mindennek Igen, igen, kell. igen, igen. Volt egy workshopunk fönt itt nálunk, amikor a vizes fotózást csináltunk, amikor a vizes hajat dobott föl, uh -huh. ugye az hajszálak úgy álljának, a cseppek uh -huh. úgy álljának. és aztán igen. nem tudom, a sorozatot, csinál 12, minden 12 szar. Tehát, hogy, hogy azt el kell kapni. úgy, csinál, amit elkapni. én látok. Igen, Igen nem, amit én. én is úgy szoktam, hogy, hogy, egyet nyomok, és jó, amikor látom... Jó, 12 jó lesz, de kinek, kinek nem, de egyébként kérdez, ez tényleg úgy kell. Én is úgy szoktam, hogy számolok, és akkor ütemre csináljuk, és uh, nyilván, hogy most egy Mills-nél azért pici csúszás van, tehát ott előbb exponálunk, míg mondjuk egy DSLR-nél nagyjából pontosan tudtuk találni, hogy na, itt kell megnyomni mm -hmm. a gombot. Mm. Ott is van nyilván egy picike csúszás, de... de... de van? Milyen, milyen csúszás? Dél is van. Hát nem tudtam akkor megnyomni a gombot. Hát jó, hát vannak, de mindegy, ez ráérzed, és ismered ez a nem tudod, hogy mikor kellene igen, igen. igen. De a lényeg az, hogy kezdő modellel ilyet nem tudsz csinálni. Hm. Jó, következő okay. Hát következő megint sába. <laughs> Ugye a kedvenc modellem. Um, ha már sírunk, ugye ez előbb volt ez a téma, hogy sírunk Magyarországon. Ez konkrétan a háború kitörése után készült ez a sorozat. Ezt azért hoztam el ezt a képet, mert ezzel egy aranyérmet nyertem valamelyik pályázaton. És, és Magyarországon ráadásul, és meg is lepődtem, mert Magyarországon Jossz. nem szoktam elhozni <laughs> díjakat, mert nem szokták szeretni ezt a fajta képi tehát kicsit konzervatívak Magyarországon a, a akik Azt hiszem, ez valami Halloween pályázat volt. <laughs> és nekem volt egy ilyen... ilyen mondd el, mondd, el, igen, hogy melyik részével mit, mire akartál uh, utalni, vagy mit, mit, fejez ki neked ez a kép? Igen, tehát amikor kitört a háború, azért engem eléggé megrendített ez a sztori. Kon Konkrétan, igen, tehát ezt beszéltük Aztán mi is, és, hogy... Igen. Tehát, hogy, ő, az, azóta, azóta hogy, az, ember, ember tudom, ezt gyakorlatilag így, így az lefagyott Aha. így pár hétre, hogy most mi lesz, hogy lesz. Itt a vége fuss el véle, nem, csak nem, az, tudom. Nem Tehát nekem igen, mindig ez a pörög az agyam, hogy még, még, nem akarom elhinni, hogy, igen. ezt, mit csináljuk még mindig. Vannak emberek, mm. akik fizetésért fölveszik a izét, vagy, vagy azért, mert ugye már be vannak sorozva szegények. Szerintem nem ez volt. Nem, úgy, hát dologan. háborúznak nekünk. több országba is. Igen, szerintem de hogy itt közel az volt, volt ugye, ugye, igen, igen, itt igen. ez volt a fő probléma, Tehát, hogy, hogy kb. mellettünk. Mellettünk nem. volt, és akkor ugye már ugye az emberek pakolták össze a bőröndöt, hogyha valaki megnyomja a gombot, akkor hova ez, megyünk. Ez volt, Voltak ilyen pánik. Na minél engem úgy, meg, úgy megérintett ez a dolog, meg megviselt, és, és aztán valahogy jött nekem, hogy ezt valahogy meg kéne jeleníteni művészileg, ezt a. Ezt a Fájdalmat, vagy vagy nem is tudom, hogy ez hogy, hogy mondjam ezt az érzelmi dolgot. Töltetett. Igen. Oh, és Németország, vagy, vagy itthon voltál? Akkor? Ö, hogy is volt? Akkor én már kint éltem, de itthon ö, csináltuk meg ezt a sorozatot, hmm. és ö, nem ez a legjobb kép, de nem tudom, hogy ez a legjobb kép, ez nyert aranyérmet, de hmm. Igazából nekem volt egy olyan agymenésem, hogy én fehér galambokkal akarok fotóz, fotózni, kicsit divat, de művészi, és akkor legyen benne ez a béke, meg nem tudom, most ezt nem hoztam el, azt a másik képet. Volt az is olajág, meg galamb, meg minden? Olajág nem volt, és képzeljétek el, a galambos lány előző nap lemondta a fotózást, hát, és ott maradtunk nem. galambok nélkül. De én akkor is meg akartam ezt csinálni, és ugye ez a vérkönyv, meg, meg le, lecsúszik az galambba lett még erősebb <laughs> volna a kép, nem? És a végén lett egy kép, ahova beleretusáltam egy galambot, azt most nem hoztam el, amúgy az is nyert valami díjat valahol. Tehát, hogy megcsináltam végül azt, amit szerettem volna, mert hogy én ezt így láttam magam előtt <laughs> ezt a képet, tehát hogy ezt így megvizionalizáltam. Megkírjuk. Jó. <laughs> És, és ez, ez a képen pedig nyert egy aranyérmet. És amikor megláttam, hogy nyert. Mert én nem tudtam, hogy nyertem. tehát az volt, hogy le kellett vezetni nagy és közben anyáztam is, hogy a, mi a fénél. Mi a fenének megyek le 200 kilométert egy kiállítás megnyitóra. Ledesúny nyár volt, pont itthon voltam, tehát Berlin és Budapest között félúton, mondom, jó, levezetek, de hát a benzinpénz, yeah. meg tudod, ilyenkor így az embernek így az agya jár. És bementem a kiállítás megnyitóra, vagy ki voltak állítva a képek, és uh, mm, szembe ott volt ez a kép, de akkor még nem láttam, hogy első díj. Uh -huh. Oda mentem, és ki volt írva, hogy első díj, és hát elsírtam magam. Mert hogy ez volt az első olyan pozitív visszajelzés Magyarországon, hogy én nyerhetek díjat, anélkül, hogy én valakinek a valakije vagyok. Általában azért én külföldön szoktam elhozni díjakat, nem Magyarországról, és, és ez egy olyan visszajelzés volt, hogy átment az üzenet, vagy, vagy nem tudom. Hm. Úgyhogy ezt azért hoztam el ezt a képet. Itt a felhőzet az rio, vagy. Ö, nem. Ö, tükörfóliával fotóztunk, és amúgy majdnem ilyen volt az eredeti kép, de én még beleraktam pluszba a Photoshop, akkor elkapott a Photoshop hmm. montástechnika, technika, pont azt tanultam fél éven keresztül, és beleraktam a felhőt, de az eredeti kép is hasonló. Tehát, hogy mert a tükörfóliának van egy olyan tulajdonsága, hogy ilyen nagyon szép árnyékok lesznek így a háttérbe, vagy nagyon, nagyon szép, tehát tényleg ilyen felhőzetszerű. Aha. Itt, itt ennyit nyúltam bele, igen, hogy beleraktam pluszba a felhőt. De jó. Mit, mit, mit akart elképezni? Ugye a modell keze volt pirosra festve. Igen. Ez, ez nem Photoshop, gondolom. Nem, ez uh -huh. vé hát a vér. Uh -huh. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye hogy vérkönny, hogy, hogy könny az emberiségért, ugye ez a címe uh -huh. a képnek. Öm, aztán ebből több sorozat is készült. Én most ezt az egyet hoztam okay. el. Öm, voltak mindenféle verziók, hogy galambal, galam nélkül, vérkönnyel. Sőt, volt egy vérző szív kép is, ahol meg a szívét véreztük össze, hm. Ró egy rózsát, meg a, hát, féltem, hogy összevérezzük a ruhát, mert ugye ez egy festék volt. Ah, ez egy ruha? Oké. Okay. Igen. <laughs> <laughs> igen, igen, igen. Ez is ilyen műanyag sztorinak? E, műanyag, a nagyának a műanyag ruháját vetettük itt be. Oh, hogy ez csapalat lemosó? Dupla dupla hatást érjünk el, hogy könny az emberiségért, hogy nem elég, hogy tönketesszük a Földet, még háborúzunk, és úgyhogy ez hmm. kicsit ez az üzenete ennek a. a Egyébként ez egy jó, jó irányvonal, mert hogyha így rászoknak az emberek, akkor felszedik a Föld a szemetes zacskókat, ezeket a zacskókat, és beöltöznek. <sodik> igen, igen, mindenképpen. <sodik> vagyok. Mindenki, abszolút ez lesz, igen. Már magam előtt. Ja, és itt még erről a képről. következő a... adást így vegyük már fel, Gábor, hogy mi is ebben vagyunk majd hozok valami ízét. Feketét kell szerezni. Kukázság, hogy jól lesz nekem. Tényleg, az való folyamatos. <laughs> uh, abból is milyen jó képeget lehet igen, 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 e, igen. Itt még, itt még azt el kell mondanom ennél a fotózásnál, hogy én nem szoktam ö, leszedetni a sminket, de az első smink az nem tetszett, és lemosattam és újra kezdtük a sminket. És Tómács így el, volt. Elbuk, elbuktunk egy órát. Hm. Mert hogy én a fények beállításával, mert ez tükörfóliás fotózás volt, nagyon nehéz volt beállítani, és én el voltam ezzel, és közben a sminkes lány meg gyakorlatilag Lózott. kimeszelte a, a modellt ilyen fehér zombivá. De konkrétan úgy nézett ki, mint a Walking Dead-be a, ezek a zombik, és én mondtam, hogy ez nem egy zombi fotózás gyerekek és Kezdjük előről. Ezért fehér a szempillája? Azt meghagytuk, igen. Király. de fehér volt az egész arca, és olyan volt, mintha le lenne messzelve fehérre. Én vámpír, vámpír igen, és mondtam, hogy ezt mossuk le, és kezdjük előre, úgyhogy egy órát buktunk itt, Aha. de behoztuk a végére. Lehet, hogy nem kellett volna, mert most elő lenne egy anyagod majd a 2030 utáni <laughs> időszakban. <gül> <gül> igen, igen, úgyhogy ez, ez erről ennyit, erről a képről. No, következő? Következő, ez szintén egy tükörfóliás fotózás, ezt azért hoztam el ezt a példát, mert... Ez egy nagyon vicces történet, hogy uh, kitaláltam, hogy én tükörfóliával szeretnék fotózni, és. Uh, Ezt nagyon be maradt neked igen, ez nagyon bemaradt nekem. Igen, igen, és a Lincé Adlernek van egy uh, ilyen sorozata, Fotosz. hogy uh, hm. igen, ő hát, Amerikában a legnagyobb fashion fotós, de mondhatni azt, hogy a világon. Ez az, 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 az nem biztos, azért. Én, mindegy, én, én, én szerettem nagyon, én, én követtem. Nem, alatt voltam én. neki egy ilyen online kurzusán, jó fel. Én is voltam de 2000 dollár amúgy a személyes hmm. workshopja, úgyhogy az, arra nem fizettem be. És, Milyen kicsinyes vagy, miért nem? <laughs> hát majd lehet. Ott látod a kiáltás helyet? Ja, igen, igen. Ja, igen. Tényleg, Mondjuk tényleg. lehet, hogy több hozadéka lett volna. Nem be Igen. volna. Igen. És uh, itt igazából én az Aurora borealis akartam uh, előhozni, ugye a sarki fény, uh, és uh, hát kékes lett, ugye az meg zöldes, uh, de hogy én így is neveztem Photoshop el a képet. a barátod? De aztán megmaradt a kék. Mert tetszett pedig Hagytam, a, ha, ha, hagytam a kéket. És uh, hát ez nagyon. Tehát itt, itt igazából úgy indult az egész, hogy jó, én elmegyek a, a stúdióba, ahol szoktam fotózni, és ki akarom próbálni a, a tükörfóliát kék fóliákkal. És uh, á, de ha hogyha már elmegyek gyakorolni, kellene egy modell. Jó, de hogyha már egy modellt viszek, akkor uh, vigyünk már ruhákat is. Jó, de akkor már svinkeljük már ki. és uh, De gyakorlatilag. Hogyha megszervezte, hogy akkor csak fodrászod Aha. nem volt. Igen, és hogy igazából. Tényel nem volt. Fodrász nem volt. Na, kit látom. De a Kitty megcsinálta a haját, mert a svinke sem tud hajat is. És akkor igazából én ezt gyakorlásnak szántam, de olyan jó lett, hogy á, mondom, be kéne küldeni egy magazinba, és címlap lett. Amúgy. De ezt megcsináltak. És... azt hogy a... csinálták meg? Nem ez került be a címlapjába, hanem egy álló. Bort, azt most nem hoztam el. Ezt azért hoztam el, mert hogy a tükörfóliának van egy ilyen tulajdonsága, hogy tükröz, és nem, olyan, mintha. Nem. Igen, és olyan, mintha nem. vízen lenne. Én meglepő. <laughs> és hogy ezt igazából obiban építkezéseken használják ezt a fóliát, tehát hogy megint bejön az építőipar nálam hogy én a Zobiba szoktam venni bizonyos termékeket fotózáshoz, amiket az építőiparban szoktunk Majd használni. Megyünk a és a tükörfólián rajta lesz ez a kép, tudod, hogy ezzel reklámozzák. <laughs> igen. Csak nem, igen, igen, igen. igen. Ja, ja, és még annyi volt, ja, hogy, hogy, ruhánk se volt, tehát ez a szoknya, ezt egy anyagból tekertük rá, amit a stúdióba találtunk. Ügyhogy, úgyhogy, ez ilyen, ilyen, érdekes fotózás volt. Kicsit én meggyájveres, jó. Igen. Na, tessék, sose csinálj futózás koncepció nélkül. Na, most pedig uh, ebb ebből gyakorlatilag. De most... volt koncepció. Igen, azt, hogy próbálgass. Igen. Igen. Jó, kísérlet oké, ezért. Kísérlet. Az már egy koncepció. Jó, egy jó rendben. De azért tudtam, hogy mit akarok. A tudtam, tudtam, hogy ilyen a Borealisos képet akarok, csak azt nem tudtam, hogy ebből bármi is lesz utána. Tehát, hogy ez, ez nem olyan célra mentem oda, hogy ez egy magazinos uh, sorozat lesz. Ezt azért hoztam el. Nyilván csendben közben lapoztam. Igen. Is itt már egy magazin címlapot látunk kompletten. Akkor ezek szerint egy magazin címlap képed? Igen, igen. Én szoktam ilyet, hogy berakok ilyen kamuizét egyébként ilyen keretben. -vó vók felirat kamu -vók. az a képeim. <laughs> Aztán szeretik. Ezt azért hoztam el ezt a sort, vagy hát ezt a címlapot, mert ezt Berlinben fotóztam egy vintage hotelben Ez volt az első közös munkánk a, a ukrán stylisttal és... Uh, Meg kell dicsérni. Hát imádok vele dolgozni. Nagyon-nagyon kreatív. És itt még egy, uh, hát igen, itt nem volt zoomos objektívem, tehát ezt még egy fix 50-essel fotóztam a lépcsőházba, és alig fért bele, tehát elég szűk is lett a kép. Uh, plusz a világítás technikám se volt tökéletes, mert... Mi, volt ez a kép? Ezt uh, 21-ben fotóztam, amikor kiköltöztem... Uh. Uh, akkor akkor fotóztuk, és hát a modell, ő, ő elég profi, egy cseh, jön, egy cseh modell. Jó feje van nagyon. Igen, igen. És nagyon jó lett ez a sor, tehát... De ő nem magas, ugye? De. Magas? Magas. Csak itt ugye bepréseltük itt a lépcsőházba, a vádiból gondoltam, mert arányt olvastam. Látom a vádját, és a, általában akkor alacsonyabbak szoktak lenni a csajok, hogy 1,72-nél, már nem magasabb, de Nem, lenne. nem, ő nem ő magas adom. volt. És szomja a szomjában Ez egy volt. Azért kicsit izé Igen. néztem én is, hogy. Hát ezt a, ezt a képet hoztam, el, mert ugye ezt rakták be címlapnak, ha? de nyilván azért ebből a sorból nagyon sok készült. És hát itt azért a technikába azért ők keményen beleütköztem. Tehát amikor ilyen nagyon szűk terek, Ö, ugye egy ilyen kis összecsukható softbox-falot próbáltam. a miért próbáltad igen? ki, hogy átteszed a gépre a vakut? Csináltam. A vakut. És nem lett jó? Nem. nem. Még azt csináltam, hogy... Hogy nem tetszett. Nem tetszett. Túl lágy volt a fény volt be. <laughs> nem, azt csináltam, hogy bevilágítottuk. Vittem egy másik Henzel stúdió és akkor telibe toltam a falat és akkor ugye szórt fény visszajön. Hát akkor azt megtudtam, hogy a rendszervakóval is pedig. Uh, hát igen, lehet, azzal is lehetett volna. Ö, szóval itt azért szenvedtem. Tehát De mondjuk itt... szépen lágyan derítetted meg, mert a nem látszik a fény. Igen. Hát, csak igen. Csak a hát itt, itt, igen, igen. Uh, és hát uh, ez egy ilyen um, vintage hotel, tehát egy ilyen, mit tudom én, ilyen 70-es vagy 80-as évekbeli bér, Tehát ott is vannak ilyen bérházak, és megcsinálták hotelnek, és uh, Ö, ilyen tök jó hangulata nem volt. Nem kell felújítani, hanem el lehet adni, ez hát Amúgy itthon is lehetne bármelyik bérházban ilyen képeket csinálni. Hát am... nem. nem, nem. nem, nem, nem. nem bár, bármelyikben azért nem. Jó. De, nem. Lehetne Igen. találni sokat. Igen. Jó, az a felső, egy kicsit szeretem ezeket a latex hatású felső részeket, olyan mm. szépen csillog rajta minden. Azért szeretem ezt a stylistatot, mert... mert van stílusa. Aha és olyan dolgokat rak össze, <laughs> hogy, hogy ilyen, először ilyen, ilyen, tök fura, és a végén annyira Képen jó mutat. és, és azt, mondja, azt Na is Jó, igen, igen. Tehát én nagyon szeretek vele. Hát Magyarországon nem találni ilyen stylist. Hát van egy-kettő, csak megkér az árat Sőt, most már konkrétan többet kér egy mint egy fotós, volt igen. igen, Jó, azért kint is 600 euró alatt nem jön el egy stylist. Jó, tehát hogy te mennyire te ha... tehát hogy... Igen. Most itt, itt 600 euróért fotósan tudsz vállalni, ott meg annyi stáliszt. Igen, igen. De a sminkes egy. is 2-300 euró alatt nem jön el egy napra. Az mennyi, az 100 ezer forint, 120 igen. forint? Igen. De ez itt is annyi kb. egyébként egy egész napra. Igen. Egy nagy projektre annyi? Aha. 100-150 között van, még lehet, hogy több is. De nem ilyen 100 ezer környékén azért tudok. A, nekem 60-at szokott itthon kérni a sminkes egész napra. Úgyhogy ezért az is az is igen, de ez, ez egy, ez egy, egy modellre. Egy Mert modellre, a Gábor beszél, az azt mondja, hogy tíz modellt. Jó, De hát hogyha több modell, nyilván akkor modellenként kell érteni ezeket az összegeket, igen. Ja. Hát a százezer forintba és sminkes most kollégámat tudom elmondani, Balatonon fotózott anyagokat, három modelljük volt, fixen ezer fontot kért érte a sminkes, de ő hajzott is, tehát nyilván ilyen egyszerűbb dolgokat, tehát ilyen befésülte, vagy behullámostott, -e tehát nagyon nagy, nagy extrákat nem csinált, uh -huh. de fix ezer font volt, plusz úti költség a Igen. Tehát egy napi hát most azért most, hogyha tíz modellt kell kisminkelni, akkor is a ezer font egy nagyon komoly pénz, most akárhogyan nézzük, tehát aki a 100 ezer fontot már azt mondja, hogy ez kevés pénz neki, ott már azért fejben nagyon nagy gondok vannak, mert ő már uh -huh. inkább az a kategória, aki elbukja a 100 ezer forintot, de akkor inkább nem dolgozik, ahelyett, hogy keresne azon napon 100 et Tehát ott szerintem ez ilyen mentalitásbeli probléma már inkább. Uh -huh. Mert azért 100 ezer font a mai világban mondjuk, nem tudom, három sminkre, azért azért, vagy négy vagy öt sminkre teljesen mindegy jó pénz. Igen, hát főle, modellenként 20-30 ezer font. Főleg, ha úgy nézzük Igen. egyébként, hogy egy modellnek csinálnak mondjuk általában kettő-három sminket, és uh -huh. mondjuk van három modell, akkor az smink akkor azért igen. Tízzel font egy az nem olyan rossz pénz. Körülbelül felteszik egy jó smink, és felteszik 30 40 perc alatt. Nagyon extrémeket mondjuk egy-másfél óra. Mm. Nem kell közben utazni, nem, vagyok, hogy egy Semmi, persze. Mm. Igen. Hát, ez Igen. nem olyan rossz. Igen. Jó. jó. Következő? Következő, szintén Berlin, galéria. Ezt is azért hoztam el, mert elkezdtünk egy galériában fotózni, és én szeretem a, a művész, tehát hogy a, festményeket összerakni, vagy ezeket a árt dolgokat összerakni fashionnel. Aha, aha. Nagyon eklektikusnak tűnik nekem itt sokan a, a kompozíciós eltérés is, tehát hogy ez a, hát az ez a padó azért... elviszi jobbra, igen. Van, van a kompozíció, amit igen. akár lehetne kivágva is, ugye, ö, ö, használni. Én tetszik pont az a igen. igen. Ezt azért hoztam el, igen, ezt azért hoztam el, mert ez baromi nehéz volt ezt a képet megcsinálni, nagyon picike helység volt, szerintem ennél a szobánál kisebb, és ezt a régi kis Nikonommal fotóztam, mert ugye azon van a, akkor még nem volt zoomos objektívem. Fix 50 Nem, nem, azt a zoommal csináltam, de ugye csak a régi, tehát ez a D5200-as Nikon, ja, ami igen. nem full frame-es, azzal arra ráraktam ugye a 35-ös fixet, és azzal 50 fotóztam. Én? Hát mm -hmm. igen. Külben. Szóval, hogy ez, ez technikailag nem volt egyszerű. És hát itt minden is volt a szobában. Tehát, hogy ezt úgy kell megfotózni ezt a képet. mindent. Igen, hogy ott volt az asztal, minden volt, tele volt festményekkel. Mm, szóval, hogy ez nehéz volt ezt a képet megcsinálni, és ők amúgy ikrek, mondjuk ez lejött, gondolom. Nem tűnt fel. <laughs> és uh... ezt én nem látom egyébként. Tehát én nagyon durva. Nem, látod. Nem. Hogy a... arcvak vagy. Igen. van, van ilyen Tudom, ne meg. Ez a távol Ez Ezt, ez mond, mondtam, mert nem. 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 Nézzünk egy filmet, és át van öltözve, vagy másnap reggel a másik outfitbe. És mondom, ez kicsoda. Ugye vagy ez a főszereplő. Elaludtál, mondom, nem, itt nézem. Én nekem egy... Jó, de ez, ez Jó lehet menni egy film. De, nagyon, nagyon. nagyon, nagyon. de ő, gondolom, hogy milyen jól éli meg a filmeket. Minden egy új pillanat neki. Új karakterek vannak. Mint az aranyhal, tudod. Nagyon és jó. színbak is vagy nem, úgy. nem, nem, nem. Ez, ez, ez az az arcra De ezt mondtam, mert elmentem az Ovi-ba először az első alkalmakkal. A más gyereket vittél nem, nem, de nem, nagyon aggódtam. Tehát mondom, aki oda jön, apa, én azt meg fogom hazaviszni, azt így gyertem. <laughs> ez durva 6 7 év után, tehát hogy mondjuk jó, hogy mondjuk négy éves, igen. de akkor is. Na igen, szóval visszatérve arra, hogy itt igazából ugye a lábával tudtam a dinamikát belevinni, hogy diagonálban legyen, és valahogy így legyen egy Átló benne? Átló benne, meg legyen dinamika a képbe. Mm. Igen, csak a, a, a szék, a padló, az asztal, a, a festmény. A festmény mondjuk ugye a modelleket nagyon-nagyon harmonizál, Na, hogy minden, minden, minden más benne. Igen. És hát a kedvenc stylistom, igen, kedvenc stylistom rakta össze itt is a stylingot. Um, és a kép alapján? Vagy az mellé ott találtatok. Nem, tehát ezek mindig ilyen szerencse dolgok, hogy valahogy úgy sikerül mindig, ha összeharmonizáljuk a dolgokat. Szerintem tudatalattin. Tehát, hogy lámagod magadba szívod, és akkor egy jó ez a kép, ez annyi kép, mint az OPANIÁL, hogy mint igen a csillag. Igen, igen. Mennyit lőzel egy fotózás egy ilyen editorialon? Hát, ilyen 500 kép körülbelül. De valamikor kevesebb. És mennyi idő alatt készül egyébként ennyi? Négy óra. Fúha, uh, ez egy egész napos volt. Na, tehát 10-től 5-ig. Jó, hát ebbe nagy rész kiteszi a pakolás, az, hogy. Persze, smink, akkor igen, ruhák, igen. helyszín. Hát Körbejárjuk a helyszínt. Akkor is több óra a fotózás, tehát hát tehát Persze, hogy több óra, persze. csak hogy nem 8 órán keresztül De megy itt, a dara. Itt azt hiszem 68 set ruha volt, tehát és ketten voltak, tehát ikrek, tehát minéket ugye tehát duplán kellett öltöztetni, meg sminkelni. Ö, igen, ez egy egész napos volt. Ö, és hát ezt, ezt, hoztam el a másikat, ez egy most, most készült fotózás volt, ö, így idén február, január, nem tudom. Ö, ugyanez a galéria. Konnektort miért nem szedted le? Igen, de nem, aztán végül azon gondolkoztam, hogy ez így jó. Az a baj, én ezt mindig elmondom, é. hogy mi szerintem, ö, amikor egy fényképet elkészítünk egy adott helyszínen, meg egy adott időben, tehát egy korban, akkor elveszjük azokat a sajátosságait annak a helynek, hogyha mindent kiretusságadtunk róla, ami mi akkor kinek, volt. Kinek mi? Most például hát, mondok egy kicsit. Most azt mondják, mind. hogy ilyenek a konnektorok, mint amit most látsz a falon, de mondjuk ötven év múlva is ilyenek lesznek? Nem lesz 50 év múlva, Na <laughs> lehet. Lehet, az. de most gondolj bele, hogy amikor ötven év múlva előveszed ezeket a képeket, és látod rajta a konnektort, akkor neked hozzátesz, hogy régen ilyenek voltak. De ha nincsen már rajta, azon se de én most nézem a képet, és most nem nekem tudom, nem tesz, ha tesz ha hozzá, neked, hogy ott neked, a. Neked így, neked így benne van, az, ez Ö... benne van ennyi. Először leszedtem a konnektort, aztán de. visszaraktam, mert hogy akkor harmonikus, hogy az egyik oldalon ott a felirat, a másik oldalon meg. Tehát, tehát így jó ez a kép. <laughs> <hogy> folytatás <laughs> lenne. Ez nem ilyen leszart. volt ez a helyszín, tehát itt minden is volt, és, és nem akartam leszedni. És ez ugyanebben a galériában van. Nekem a cipője tetszik a legjobban. Igen. 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 Yeah, yeah, yeah. Ugyanaz volt a stylistod? Annyira Annyira elvitte yeah. a tekintetet. Hogy... Igen. És ezt a sztálysz miatt lőttem ezt a képet, mert ő uh, mondta, hogy. De valahogy így összerakta, ugye, ezzel a képpel ezeket a ruhákat, és akkor mondtam, hogy ez. De ez a kép jó. az a személyzeten készült, nem? Nem, yes, <laughs> Hát, tudom, hogy leszek a <laughs> <laughs> Igen, igen. <laughs> nem, nem. <laughs> De profi modell volt egyébként? Nem. Mert nagyon látszik az És alatt, nagyon a szenvedtem vele, mert mindenképpen ugyanazt az unott pofát vágta. és. Ilyet is lány. Igen. És De amúgy igen, egy, influencer, egy influencer lány, meg marketing, nem tudom, gurú. Yep. Gyönyörű bőre van, um, tehát nagyon egzotikus. Egzotikus, és, exotikus, és, mégis... és uh, amikor először megláttam a csaj, hát mondom, nem tudom, hogy fogunk-e hát. vele tudni dolgozni, mert egyszerűen nem tudott pózolni nem tudott mimikázni. Nagyon, nagyon Pedig nehéz, a szája. Az, az hihetetlenül vissza tud fogni, és annyira kizökkent engem is. Nekem egyetlen egyszer volt én eset, hogy, hogy nem, tényleg azt mondom, hogy itt az egész napnak itt annyi volt, mert itt nem, nem tudunk a modellel dolgozni. És nem a kommunikáció volt a gond, hanem hogy nem azt csinálja, amit hallom, na mindegy, tehát hogy ez velem, és elkezd a gondolkozni, én vagyok a, nem tudom, mit ittam tegnap este, tehát hogy miért nem működik most a dolog, és aztán végre rájönni, hogy ebből nagyon nehéz valamit. Viktor vágásával, és én, csak, én, így... én így vágnám amúgy Aha. ezt a képet, de nyilván ahányan vagyunk, mindenki nem, máshogy nem, csinál. Csak akkor nem, nem látszik a papulcs, és, nem, és nem, tudom, nem, nem, a styliszt igen, 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 kibor, kiborul, igen. kiborul, igen. Én nem, nem szeretem, tehát hogyha valakinek van egy kész képe, én azt nekem rosszul esik. De amúgy meg is, lehetne így vágni, igen. Valaki ne, csak hogy érdekes, hogy egy kép, és ki mit csinálna rajta, ki hogy vágná, mint amit mi fogunk csinálni, hogy van egy videóanyag, és megvágjuk ketten-hárman, és mindenki más fog belőle kihozni ugyanabból az anyagból, szóval ez így mindig is érdekes volt. Igazából ebből a sorból van egy olyan, amit így vágtam meg, ahogy te mondod, de nem ennél a, az outfitnél, hanem egy másik beállítás. Azt most nem hoztam el, mert mondom, annyi kép van, hogy... És mi volt az a harsh light itt szemből? Mi mi volt? A világítás mi volt szemből? Na, Csak a, világi... a kezének az árnyékon rajta az arcán elég élesen. A rendszer szemből világítva? Nem. Uh, ide elvittem a Henzel vakuimat, és amúgy a, mm, ez az indirekt világítás, tehát a plafont lőttem már. Vakuim az arcán ez az erős csík? A kezem mellett. A gyárnyék folt van a kezem mellett között. Tehát azért gondoltam, hogy egy szemből világítottad meg. Nem, a nem szemből. Nem, mert akkor csúnya árnyék lett volna a háttéren, és azt nem szeretem. Meg a, meg a jobb karja, hogy mi ez, neki, bal, bal karján, ugye ott a sárga pulcsinak teljesen más a Nem, nem, ezt a ö, fönt, Aha. tehát az eget, tehát a plafont. Akkor volt valami szemből valami fény, ami az altáron rácsillant. Az szemből. lehet, mert ugye ezek a, a ki vannak rakva a galériába ezek a képek, és meg vannak világítva, uh -huh. tehát lehet, hogy akkor még ott pluszba volt egy lámpa, ami megvilágította a képet vagy lehet. valami üvegfelületről visszasillanhat. És... Hát itt szenvedtem a világítással kőkeményen, mert ugye szemből nem tudod meglőni, meg oldalról sem, mert ronda árnyék lesz, és ugye, hogyha oda kell rakni a, a, a festmény elé, tehát mindenképp indirekt világítás kell. Nekem tetszik. Én még lehet hogy jobban felhasználtam volna az árnyékot. Egyébként erre gondol a Gábor, hogy. Am amúgy van egy másik kép. van egy másik kép, ahol, ahol igen, látom, Ö, azt most pont kiszedtem, ott látszik az árnyék. Uh -huh. a képen. Mert hogyha megnézed a hátul a képeket, nekik is árnyékos ah, a Igen, arcuk. arra gondoltam, aha. hogy mert, igen, igen, igen. Ja, igen. ja, működj. értem, aha. De nagyon-nagyon működik. Aha, működj. lehetett volna, aha. igen, még még vele játszani. Az vagy hát. ilyeneket például a helyszínen, amikor kapkodás van, Na. ruhák vannak, stylist van, Igen. a modellel nem bírsz, a fények én, nem jók, mindig, nem mindig úgy vagyok, koncentrálni. És akkor van, van, az 500 képből kettő, amit töke így véletlenül találtam, úgy örülök neki, és annyira bosszant a másik, hogy én annyit kellett volna tenni, megfogom, akkor azt a vakut átrakom ide, és ott van a gyönyörű, és hogy nem vettem észre ott Na hát itt, 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 megint az jön képbe, hogyha lenne egy árdirektor, meg egy és ezek, mindenki, és tudja a helyszínt, igen, -e akkor Neked, mint fotós, tudnál fókuszálni az igen, igazán igen, fontos Nem, akkor rá, el tudja mondani, hogy ő mire gondolt, vagy azt, hogy például látja ott a háttérben az, az alakokon az árnyokat, és azt mondja, hogy igazítsuk hozzá a mi modellünk. Az, és is, segít, egy... az is segít, hogy nem csak minden neked kell igen. járni a fejednek, hanem tudsz mondani. nem tudsz. Tehát itt az a probléma, hogy itt te kezelsz egy fényképezőgépet, egy objektívet, a váltásokat, a fényeket, igen. a modellt, a modell instrukciók, mikor látod, hogy a modell nem értem, mit mondasz neki, nem tudja megcsinálni azokat az instrukciókat, amiket szeretnél, és akkor még közben folyamatosan öltözködni hmm. kell, szétjön a haja, asminkét igazítani Igen. kell, nincsen rá idő. Tehát, hogy az, vagy aki csinált melyet, azt tudja, hogy egy iszonyatosan nagy kapkodás, akármennyire rákészülsz, és van időd rá mondjuk 6-8 órán, az mindig kevés. Akármennyit szánsz rá, az mindig kevés. Igen. Ha 16 órát szánsz rá, akkor 16 óra kevés. Ha kettőt, akkor meg az abszolút kevés. De ez tényleg így van, tehát hogy ez, én rengetegszer beleesek abba, hogy amikor kitalálnak egy kreatív projektet, én tavaly, nem tudom, emlékeztek -e rá, amikor tavaly előtt csináltuk a temetői sorozatot, egy ilyen Halloween uh, mm -hmm. csináltunk, és utána a Halloween sztori után csináltunk még egy ilyen őszi sorozatot. És amikor azt hinnélt, hogy nekem még van időt, és tudsz ott fotózni, és kimentünk négy órával naplement előtt, és úgy elment az a négy óra, hogy konkrétan egyszer csak azt mondják, hogy most megy le a nap, is. Hát most majd még, még, még fotózni tehát már nem lehetne, nem megy a nap. 5-10 perc van a nap, ez nagyon igen. És tudod, az a legdurvább, hogy egyszerűen hiába készültem fel, rá a lelkiekben, mit akarok lefotózni. Már azt is eldöntöttem, hogy én objektíve fogok fotózni, milyen beállításokat mm. fogok használni, sőt, már láttam magam, hogy hogyan fogom megrédelni a színeket. Mm -hmm. Majd egyszer csak azt mondom, vége van, mert nem megy a nap. Aha. Basszus. Úgyhogy teljesen de mennyi idő van rá, számom az kevés. Jó, a nagyon nagyon a kevés. Nap Naplementen annyira extrém, de amúgy Igen. ezt eltérzem én Napfelkelte is egyszer így még. sikerült Ugyanolyan persze. <laughs> <laughs> Hát, Igen. de utána még a napfelkelte után még lehet fotózni, mondjuk egy fél órát, úgyhogy viszonylag jók a fények. Aranyol de naplemente után, most az új gépekkel, Canonokkal tényleg 25.600 fotózó sem zajos a kép annyira, hogy zavarjon simán elfotózgatok napi után egy-két órát még, de már nem, az, nem azt a hangulatot nyújtja. Nyilván, hogyha te azokat a zajos képeket tudod úgy megfotózni, hogy a zaj hozzátesz ahhoz, amit te csinálsz, mm -hmm. akkor lehet az tök jó is. De valljuk meg őszintén, nem azért mentünk, és sötétbe fotózunk. Igen, igen. Hát Má más a... Mondjuk kék, órában jó fotózni. Hát, Jó, persze. Igen. Mi egyszer toltunk egy olyan nap felkelt ahol a nap nem jött el. Mi? Mármint hát, -e? mint ne, egy ilyen... egyen, egy ilyen... Gellért hegyes sztori volt, mit, kimentünk mi, volt reggel. A... Mi volt a tripnek az oka? <laughs> nem, hát annyival akkor a smog volt a városban, hogy egyszerűen nem láttad a napot felkelni, és így álltunk ott reggel, de jó, de jó, hogy kijött. Köd meg ilyenek az is. Meg Azt hiszem, hogy álltatok ott, és itt nincsen a volt. nap, majd a másik oldalra átfordultuk, és már rég a másik oldalra. Azt mondtam neked, Másik oldal, a másik oldal. Azaz. Jó, nézzük a következőt. Jó. És viszonylag jók vagyunk az idővel. Igen. Gyakorlatilag ismerős a modellben. Ő a, a, modell a kóétai igen. Itt vannak, itt vannak a pillangós képek. Pillangós kép. Amúgy pont ez nem az a kép, amit, amit példának hoztam föl előbb. Ö, de ez egy nagyon-nagyon, tehát -nagyon, ez van egy nagyon jó sztorim ehhez a sorozathoz. Ez miből van ez a pillangó? Ez Ezek ólomüveg-pillangók. Ólom ólom És úgy indult az egész, hogy megkeresett egy ólomüveg tervező, hogy itt vannak a pillangói, 24 darab, fotózzam be. És néztem, oké. Okay. A háttér, várj, hol, hol, mennyi pénzt fizetett, kezdjük az elején. Ö... Ha sokat fizet, akkor megoldom neki kreatívan, ha nem akkor egymásra teszem a 12-t lefotózom egybe. <gül> 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 hát. Ö... <laughs> nem fizetett sokat, de azért fizetett, és akkor. Itt már láttad, hogy ebből címlapképek lesznek. Én azt... meg Megláttam meg volna, <laughs> ugye? De nem, ezt meglátod ezt a pillangót, azt mondod, oké. Okay. Tehát, hogy ennyi, ennyi Fú, Ez olyan tudom, kalandos volt, gyerekek, tehát én, én akkor semmit nem láttam. Te ne először ugye ólomüveg pillangók, azt tudtam, hogy fashion editoriát akarok fotózni a pillangókkal, és akkor csinálunk egy ilyen nagyon jó divatanyagot. Én egy gyerekmodellt is szereztem volna, nagyon ajánlatlanul. Mm -hmm és rohongászik vele ott az Nem rohongászik, de tudod, egy ilyen jó kis ízű sztorival. Na és akkor itt ez volt, hogy lemondta a ruhatervező fotózás előtt két nappal a fotózást, hogy ő összevesztek, úgyhogy nem kaptunk ruhákat, mondom, nagyon jó. Kivel veszett össze? Hát most nem akarok neveket mondani, az ólomüveg tervező összeveszett a a de ruhatervezővel, uh -huh. úgyhogy két nappal fotózás előtt nem volt ruha. Nom jó, ez jól hangzik. És én Eljön akkor... zsákokat megint. <laughs> de az én az Berlinben voltam még aznap, mert hogy én előző nap jöttem repülővel, mi legyen, mi legyen, és megkerestem egy másik ruhatervezőt, a Magdona Veronika hódkotűrt, akivel már fotóztam a türkizes anyagot, a, a várkertbazárosat. És adott nekem egy nagy zsákruhát, de úgy, hogy a reptéről legyenesen hozzámentem, odaadta a zsákruhákat, hazavittem, de fogalmam nem volt, milyen ruhákat adott, csak adott egy zsákruhát, és elkezdtem kiválogatni, hogy akkor mit, mivel párosítsunk. Ugye ilyenkor nem nincs stylistom, sztál, amikor egy ilyen, mert ugye arra nincsen budget, én vagyok a stylist is, is. És uh -huh. volt rá egy napom, vagy egy éjszakám és, uh, és összeraktam uh, a ruhákat, de ráadásul ezek ilyen nagyon bonyolultan uh, ráadós ruhák voltak, és ő nem tudott eljönni a fotózásra, Úgyhogy azzal is szenvedtünk, hogy hogyan adjuk Lehet, le rá a ruhát. Ne, igen, hogy, ami elő van, az Fejjel hátul. Van fel, igen, igen. És még azt hozzá kell tennem, hogy ezt a fotózást háromszor raktuk át, mert min, valami, tehát ez Covid alatt volt, és mind, valamikor minden, egy ember mindig covidos volt a csapatból, és az utolsó, ezt szerintem pénteken fotóztuk, csütörtökön repültem haza, ugye be a, a, a ruhákért haza, éjszaka összeraktam az outfiteket. Másnapra ír a, a pillangós tervező, hogy a gyerekelet lett covidos, és nem tud följönni Pestre, mert hogy ő soproni, és föladja egy mozdonyon egy valami ismerőse mozdonyvezető, föladja a pillangókat egy dobozba a mozdony ekkora mozdonyon. A és a mozdonyvezetőnek odaadta egy ekkora dobozba a nem tudom hány darab pillangót. Én meg elmentem a délibe, a fotózás előtt két órával, leszedtem a mozdonyról a, a pillangókat, bementünk a stúdióba fotózni, és az egyik jelenetnél leestem a létráról, uh. <laughs> kicsúszott a létra alólam, kamera egybe maradt, azt védtem, hát összetörtem milyen, milyen, milyen a térdemet. nem voltam nagyon magasan, csak kicsúszott, ilyen fellépős létre volt. És... Ja, tehát nem létre létre, hanem ezek ez Aha, a... és estem egy Aha. iszonyú nagyot. Tehát még ez még, ez még, ez még így hozzá Ez a sztorihoz. És a, akkor sztori egyik pillanat, a, <laughs> a fényképezőgép. <laughs> fényképezőt így tartottam a kezembe, hogy a fényképező a fényképező, hát a térdemet azt széttörtem gyakorlatilag. És tehát egy, ez, a, ez a fotósorozat, ez így készült, tehát egy ilyen háttér... A vérrel el, most teljesen... Abszolút vérrel el, a vérrel verejtékkel, igen. Be, és a... a, Koltai Kolta Jági volt a modell, fantasztikus volt. Tehát annyira jó lett ez a sorozat, hogy ö, gyakorlatilag a tervező az, az nem hitte el, hogy ilyet lőttünk, hogy Úristen, és ő nem volt ott. Mondjuk lehet, hogy az volt a szerencse. <laughs> Egyébként lehet. Igen, nem lehet biztos. <laughs> mert hogy nagyon, nagyon De kreatív, így, tehát hogy elkapott ez a nagyon kreatív a flow, meg. és ki tudtam teljesen, Aha. és a ruhatervező se volt ott, tehát gyakorlatilag szabad kezet kaptunk. <laughs> És, és ez tényleg ilyen szárnyalós projekt volt. Uh, utána ugye címlap is lett. Dupla, uh, vízével, és nem hát nem. ennek még, utána még volt több ilyen pillangós projektem is ővele, tehát ezek után megkeresett többször, hogy fotózzuk be a pillangóit. De az utolsó, tehát ott már nem kaptam szabad kezet, mert ő hozta a modellt, és már nem lett olyan. Hm. És az is címlap lett, de, de az már nem olyan. Tehát, hogy ez, ez volt. Te látod. Igen, tehát ez egy annyira kreatív szárnyalós projekt volt, pedig hát a háttér, mindenféle dolgok történtek itt a háttérbe, azért azok olyan nehezítő tényezők voltak. Igen. És uh, hát utána jött hozzám ez a tervező, hogy, hogy jó, de akkor legyen címlap, vagy a következő megrendelés, és hát ő hozta a modellt, és hát mondtam, hogy a címlapot nem tudok garantálni. Így még aztán főleg nem. Ez Aha. a legrosszabb egyébként, amikor megrendelő hozza a modellt, mert ő nem látja, hogy mitől nem. lesz jó. Nem hmm. tudja, mitől fashionös egy modell, milyen arctípusnak kell lennie, az, hogy hogyan kell tudni használni az arcát. Hát az, az, hogy az, hogy hogy ki az, az, fog, az... Az... az hogy most valaki Semmit jól néz ki, neki tetszik, az azért nem Lá, jó modellnek. Hát. Tehát ez nagyon igen, nagy tévedés. Igen, és ez hát egy kezdő modellt hozott, Címlap lett a végén, Azt mert megcsináltuk, baj, de nem de... szeretem azokat a képeket, és azért nem is hoztam el hmm. azokból, mert. Meglovagolta valószínűleg ennek a dics dicsfényét, igen, a igen, sorozata. igen, 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 Úgy... Jó. Úgyhogy ez, az, az, ez a pillangós, illetve itt még az volt, hogy ilyen óriás pillangók voltak, ezek ilyen három kilós dög nehéz lepkék, és hát azért ehhez tényleg profi modellnek kell lenni, hogy tudja tartani, pózolni tudjon. Lenne, úgy Igen, abszolút. És hát a hajába is raktunk, vannak más képek, és ezért csináltattam kicsi pillangókat, hogy azokat hmm. rá tudjuk tenni az arcbőrre, kézre, ruhára, hajra. Úgyhogy külön az én kedvemért csinált a tervező ilyen egész picike pillangókat, de azok is félkilósak, tehát azért azért a modellnek nem volt itt könnyű dolga pózolni ezekkel a több nehéz igen pillangókkal. Úgyhogy ez nehéz volt. <laughs> ja, <gül> hát egyébként így a képet elnézve ilyen kis könnyednek tűnik. Szóval Át, nem, gondolná az... az ember, hogy három kiló Ez egy három kiló, szuper, és így tartani, remény. és közben meg ugye mindenféle. tudja, fel. mert, mert ez hányadik póz, igen. Tehát ja. az, hogy Aha. Szóval azért néha azért sajnálom a fashion modelleket, mert általában egy, mindig azt szoktam mondani, hogy a divatfotózáson akkor jó a póz, ha fáj, Mm -hmm. És fájni szokott. Tehát, sőt, meg szegények a... még éheznek is. Én, hát azért én szoktam azért odafigyelni, hogy legyen ketering, meg ilyenek. De... Nem úgy gondoltam. Előtte a Egész életükben, életükben. jól ja, 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 ja. <laughs> Egész életükben jó mondják. Igen, igen, igen. igen, Hát kemény. Mi tudjuk ez hogy a három kilót ugye vele egész nap. Hát persze. meg minden. Hogy tud görbíteni, ezt nem. Jó, de az Fülf, nem gyújt. meg kéne tanulnom rendesen egészséges eroninozni. Már amennyire lehet egészséges eroninozni. Mm, part is Nincs a járás, igen. <gül> hát de, nem nyil. csak a nincs a hát, egyenes hmm. hát, stb. Szóval ez... Be, magam, rugókat beépítünk majd. <laughs> ah, jó, oké. Okay, Na, a következő képre. Éli volna eltrolkodtuk itt. Na, megint, egy, megint egy Photoshop, kérem szépen. Nem Photoshop. Nem már. Nem. Ú. És csak annyi, hogy jó, <gülően> annyi Photoshop van benne, hogy két képet össze, ugye? No, de igen. semmi egyéb. Mm -hmm. Tehát, hogy a bicscsef... nem tud, tud egymás elé rakni, mert elnyikolják egymást, ez biztos, hogy ezt tudja, hogy te előtte összevágtad. Igen, ha, igen. Mondom. ha ezt nem vágtad össze, akkor mesélj már. Nem, ezt összevágtam. Hát két módon egymás felé feküdt hanyat. Nem, nem, meg lehet oldani, csak nem. egy üveglapot oh. a fejükre, az orruk megtartotta. Milyen olyat kellett hogy összenyomódik az orruk, az milyen <gülően> jó lett volna. Én a fény, meg onnan. Ez egy kozmetikai katalógusnak a fotózásán készült ez a kép, és uh, évekig uh, a fiókban hevert. Tehát én nem foglalkoztam vele, ez egy színes kép volt. a képet, és megcsináltak, Ö, amit Nem akartak. is választották ezt ki képnek, ja, mert ugye a katalógusban ez nem passzolt bele, itt már csak a végén elkapott minket a kreatív év, és akkor ott kreatívkodtunk a magunk körömére. Ez nagyon, ennyire ennyi, ennyi, ennyi szép, bocsánat, hogy megalkoztam a de hogy szinte minden egyes képnél, amiből ugye híresebb lett, díjakat nyertél vele, az mind, mind a kreativitás. Érdekes, hogy itt a végén, tehát hogy nem vagy elfáradva még, te sok rideg, vagy, pont ezért, mert hogy be vagy, be vagy határ, és alig várja a kreativitás, hogy így kitörjön, igen. és akkor végre tudja, amit alkot, ez utolsó három percben. De ez hát, mindig így talán, van. akkor ak már nagyon belejön az ember. Nem, szóra, akkor hogy olyan, olyan, hogy nem tudod a flow, abba ugye, hagyni. Igen, muszáj, muszáj igen. Muszán, muszán, igen. Végig. És én nehéz, és én látom nálunk is a fotósokon, hogy ö, nem az a baj, hogy két órát foglaltak, hármat vagy négyet, Mind, mindig a végén van, jönnek még a, jönnek még az ötletek, mm. és ö, ö, nagyon rossz szívvel megyek föl, és szólok esetleg, hogy srácok, megjött a következő vendég, hogy mm. álltok a pakolásra, még egy kép. Hát sajnos ez már nem fér bele, mm. és ilyenkor ez, ez kemény dolog. Nem, Tudom, tényleg mindig az van, Igen. hogy a legvégére ö... Tehát amikor már nagyon fáradt vagy, de benne vagy a flóba, én mindig akkor lövöm meg a legjobb Ez Ez így van, én is, abszolút. Tehát, hogy, hogy jaj, Sállás. úristen, de már volt olyan, hogy elpakoltunk. De tudod, hogy miért egyébként? És, és, mert akkor már nincs tétje. Nem, nem azért, hanem azért, mert akkor tudatosul uh, benned, hogy miket csináltál, Aha. és így összerakodik az emberben az, hogy uh, hogy milyen képek voltak, mi az, amit nem csináltál meg esetleg, és mi az, amit másképp csináltál volna. Uh -huh. És ez egy ilyen, tudod, ilyen pillanat alatt így az emberben, hogy basszus olyat csináltam, és még ilyet is akartam volna, de hogy a kettőből Igen. meg együtt lesz egy még jobb, Igen. És azt még a végén meg én is lőni, és az a legrosszabb, tőle, amikor a stúdióban kizavarnak bennünket, hogy na gyerekek. Kipli van, mert lejárt az időtök, és így, hát a lájtumba jártam, úgy képzeljétek el, hogy a stúdióban fotóztam el, a koába fotóztam, és képzeljétek el, hogy fogtam magamat. Kimentetek a folyosóra. Kimentem a folyosóra, és, a folyosóra a és, a a a és azok a fények, amiket ott benyújtott, uh -huh. az pont ott volt a folyosó uh -huh. közelében. Például a kó az nagyon jó, meg, én is Jó, nagyon jól lett az, az anyag, az kóra jól lett ott uh -huh. bent, csak uh, amit szerettem volna még csinálni, azt pont nem tudtam, mert nem volt a -e idő, Aha. és a folyosón lőttem meg, uh, még ott egy 30-40 percet elfotogattunk a folyosón, lépcsőn, konkrétan lefele, és brutálak lettek. Nem nekem jel, volt már a olyan. <laughs> igen, és azt akartam hogy hallgatják, igen, jó, volt ott egy 40 perc. Nekem is volt már olyan, hogy már levette a modell a ruhát, meg már a hajáról már lekerült minden, mondom, most, 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 és, és, tényleg ezek a legjobb képek. Egyébként Igen. sokszor a modell is felszabadult, miután Igen, vége van, Igen. és az Igen. is nagyon hozzátesz, hogy látszik az arcán, hogy az a lazasság, meg amit ott hiányoz belőle, az a vagányság, az Igen. egyszer csak előjön belőle. Igen. Mert nagyon sok modell ugye nagyon rá van feszül, hogy tökéletes akar lenni, főleg a mostani modellekre, mert mondjuk egy pár évvel ezelőtt még ez nem volt annyira jellemző. Uh -huh. Most így ez a nagy tökéletesség, ugye, hogy mindenkinek ilyen atom szupermodellnek kell kinézni már a nyers is, tehát nem kell, hogy úgy kell kinézni, hogy kell készülnie. Ezért bennük van az, hogy Uh, hogy az egész fotás alatt hogy próbálnak annyira tökéletesek lenni, hogy ki van húzva, de már látszik, hogy túlfeszíti magát, már felhúzza a vállát, mert annyira domborít meg. Tehát olyan dolgokat csinál, ami alapvetően egy fotózáson már sok. Uh -huh. Egy feső, meg a sok, mert ugye ott meg pont, hogy a, a vagány kitekert póz lenne a jó a helyet csinál, egy ilyen nagyon szexi, beállított, ilyen cicikidobós, seg segkitolós, akármilyen képet, és poszt. És látod, hogy értéket amit csinál, de ő tökéletesen szexi akar lenni, és mindenkit mm -hmm. meg akar vásárolni, vagy meg akar venni a képével. Ezeket Én is tisztázunk el, a glamourt maga a többit. Hogy de a fashion veletni a glamúrt nem azzal van a baj, hanem az, amikor eltúltolják a csajok. Mm -hmm. Tehát egyébként, hogy most fessön mm. többször van benne kis Vagy egy olyan szájtartás, vagy egy olyan nézés, vagy egy olyan kitekertebb póz, ami kicsit szexuálisabb. Tehát, hogy ebbe alapvetően mindig beleviszük az erotikát. Legalábbis én a vagy, hogyha fotózok ilyet, bár viszonylag ritkán csinálok, akkor én beleviszem. Hát mert te beleviszed, de azért, azért mondjuk egy, egy mert pántban nyúlás, vagy egy kicsi lehúzás, ez már az, nincs az, benne. az, nem szexi, tehát az az, az, hogy ezeket, amit az előbb mondtál, sokaknak ez van benne a fejében. De most ezekről leszoktatni, meg mondom, ne arra, de most de az előző képnél például, pont az Ágina van egy csomó olyan képe, aki magas nem a fejét, becsukja a mm -hmm. szemét, nyitva mm -hmm. a szája, mm -hmm. olyan fejet meg. Tehát hogy ő ezt nagyon jól tudja használni, és ezeket fashionbe például, nagyon szeretik. Mm -hmm. Nem csak itt, ezt Amerikában, én rengeteg amerikai lapot nézek, mm -hmm. az ezt tiltott van vele. Na, térjünk vissza a képre. Na, kép. Na igen, hogy még... került elő, mert ugye? Na igen, és akkor ö, pályázatra válogattam képeket, mert egy ilyen fiabb pályázatokon szoktam, szoktam beküldeni anyagot hogy megszerezzem a most az AFIAP titulus, az folyamatban van, tehát már beadtam rá a pályázatomat. Mennyi idő megy ezzel -e, hogy Mondjuk mi el? Mondjuk el, hogy pályázata. mi az, mert ezt sokan nem tudják. Igen. Tehát a, ugye a FIAP és a PSA ez a két legnagyobb uh, ilyen fotós szervezet, aki mindenféle pályázatokat szervez, és el lehet kezdeni ezt, a, tehát vagy a PSA-t, vagy a, vagy a FIAP uh, pályázatokon való részvételt, és hogyha Megvan, nagyon szigorú szabályok vannak, ha elér az ember bizonyos pontszámot, diakat hoz el, honoréből mentőn szerez, megvan szabály, hogy mennyit kell, meg hány ilyen pályázaton kell részt venni, akkor ilyen diplomaszerű titulust szerezhet. És ugye én ezt elkezdtem megszerezni, az AFIAP az most már úgy néz ki, hogy meg lesz, és az FIAP felé is most már megvan a pontszámom, de azt csak jövőre fogom tudni megszerezni ez egy ilyen elismerés egy fotósnak, hogy olyan, mint mondjuk a doktori cím, hmm. mondjuk egy... Nem tudom Csak ez nem magyar. Mi. Nem, nem magyar. És nem. van, van átjárás a kettő között? Vagy olyan, mint a Nincsen. TV2 meg az rtl hogy Hogyha az egy, egyik, egyik Nincsen. favorizál téged, akkor nem nagyon fogsz labdába rúgni másiknak. a másiknak. Független legyen, egymástól a kettő. Nem, ne, PSA... nem, hogy nem, Tehát, hogy, olyan van, hogy te mind a kettőn indulsz, és eredményes vagy, vagy ezt nem nézik jó szemmel. Tehát, hogy ilyenre gondolom. a kettőn indulhatsz, csak nincs értelme, mert nekem volt olyan, hogy véletlenül PSA pályázaton például az a gold medál, ugye aranyérmet nyertem, de az nem fogadja el a fiap. Jó, persze. Mert a PSA az amerikai, a fiap pedig nemzetközi, vagy francia, azt hiszem. Igen. Úgyhogy így, és visszatérve erre a képre, hogy Előkerült valahogy a fiókból, ugye fekete, ugye úgy van, hogy négy kategória van, Open Color, Open Monochrome, People, és azt hiszem Tájkép, talán a negyedik a Nature és fekete fehérrel van mindig gondom, mert ugye úgy pályázol, hogy négy képet küldesz be egy kategóriára, és fekete, én nem vagyok egy fekete-fehér fotós. Pedig baromi jók, amiket használok. Néha, uh -huh. néha csinálok, de, de igazából én színekbe gondolkodom, és akkor mondom, nézzük már meg ezt a képet fekete-fehérbe. Kicsit játszottam a photoshop ugye megfordítottam, és, és, ezt küldtem be az egyik kategóriába és az Art is bejutott ez a képem. Hmm. Azért... Milyen színű volt egyébként eredetileg a rúzs? Piros? Piros, igen. igen. Hát ugye ez egy jó. kozmetikai aha. katalógusnak a fotózására készült, és plexi üveget lefújtunk vízzel, és ennyi. És Igen, igen. És egyébként jó. Ö, a színes képeket is használtátok? Vagy azt abszolút nem? Nem. 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 Kár pedig ez, hogy szépen kéretes, hát az gyönyörű. Nem tudom, neki nagyon tetszik a fekete. Nem tudom, nekem én ezt így éreztem, ezt a képet fekete-fehérben. Nem is tudom színesben látni, ez nagyon jó. Igen. Egy, egy szép, szép fehér arcú, lányzó kék szemekkel, piros rúzsral, gyönyörű. Jó. Bocsánat, Majd... átmentem életlen a következőre, <haz> és de... na nagyon, nagyon, igen, mesélj. Ja, igen, igen. Na, ez, ez is azon a katalógus fotózáson készült, a sába volt a modell, akkor még vörös haja volt, és azt hiszem ez a kép címlapon is volt Amerikában, de ezt is úgy áraktam a fiókba, és akkor Egyszer én... szeretném... megjáratod, megkaptad érte az elismerést? Ah, igen, igen, és Aha. aztán nem foglalkoztam vele, és volt egy, részt vettem egy ilyen Photoshop tanfolyamon, de egy ilyen féléves képzésen, ahol montástechnikát tanultunk, és elővettem, hogy mit lehetne ebből kihozni, és akkor elkezdtem a kolibrival a kedvenc madaram, elkezdtem játszani a kolibrival, meg az arcával, és akkor ez lett belőle, és ez is bejutott az ártbázerre. Mm. Tehát, hogy ez, ez, egy ilyen... Pedig én a virágba belekötnék egyébként, a minden más nagyon, nagyon extra. Ö, tök jó egyébként, rá volt ragasztva a bőrére ez a gyöngy sora. Igen, igen, a hölgy. igen, igen. Tehát az is volt a címe ennek a sornak, hogy valami gyöngy, valami perle, la perle, la perle. Ö, mert hogy a gyöngy, akkor nagyon ment ez a gyöngy, ez 19 vagy 20-ban, nem hmm. emlékszem. Azt 19 ben készült ez a kép, és az arcára is ragaszgattunk gyöngyöket, ö, tehát hogy akkor ez nagyon ment. Akkor ez volt így a trendi. És hát igazából ezt házi feladatnak adtam be a Photoshop órára, <laughs> amikor ugye ez volt jó, a feladat. Én is, jó, hogy <laughs> is. És akkor ezt az ártbáz ellen is bejutott. Adáson kívül mondom, mivel retusáltad a képet? mert hogy mivel? Milyen program Nem. Fontos. E plug nem. nem. Én nem használok plug -in. Csak azért, mert olyan, olyan ismétlő textúra van rajta, amit egy program csinál, és én is használtam régen, és utáltam. Nem? Nem. Akkor nem tudom. Nem. Ezt. Ö... Hát ez, van egy, a... egy portraiture plugin, amit nagyon előzettel használnak a fotósok, és rettenetesen gagyi textúrákat csinál, Aha. és nekem azért uh, volt egy nagyon nagy kiakadásom, mert valami, nem tudom, hányos verziót megvásároltam, istenítették, hogy mekkora császárság az a program, majd a ars textúra az egy ismétlődő ilyen fura ilyen textúra, forma de de, de volt, a bőrnek, és tehát bőrnek amikor... egy textúrája, és igen. olyan színűen zavaró volt, Aha. egyszer hihetetlen, és átállítottam egy 42 féleképpen, és rájöttem, hogy annál, amit alapul a program felé, csak rosszabbat tudsz csinálni, úgy azóta is nem is használom, és ez, ezért szoktam rá ugye még egy ilyen, nem tudom, 5-6-7-8 évvel ezelőtt a Frequency separation meg a, a Dojendor-re. Csak az, csak az Én mindent és, azzal egyszer, csinálok. Egyszer összehasonlatlan a minősége, és nem, igen, annyira nem. Ö, m, látványossá teszi. Nyilván, ha eltúlzod, akkor sok, az és sok. akkor ilyen Igen. nagyon porcán lesz mindent Igen. tőle. De amikor tényleg tudod, hogy hol a határszin, szóval az az a zseni mm. dolgot meg lehet csinálni. F hát most igazából a dodgent az be lehet vinni a frequency separationbe is, tehát nem kell külön mm. csinálni a kettőt, vagy csak a dodgent csinálni, de hogy én uh, előtte mindenféle ilyen klónsztempekkel, uh, meg nem tudom, milyen megoldásokat próbáltam megoldani, amit nem lehet, és hát nyilván azért uh, hát szét, sok pepecseléssel meg lehet. Nem, meg attól a, tud... a világos test meg a sötét is használsz ott is, akkor nem. Ügy egyébként ügy nem. Ügy ügyesen csak rettetően sok idő, hogyha ezt Igen, ezt akartam, csak a sok, a... sok a... idő. A az pedig ez, az, egy, az egy, az, egy nagyon, az nagyon... zseni, szerintem, aki kitalálta, az egy zseni igen. volt. És hogyha odafigyelsz arra, hogy tényleg a határokat megtartod... És úgy néztem először, nem? meséljetek, amikor először láttátok, hogy mi van, mi ez a... Mit csinál? Ah, nem, nem mi is, van, nem sem nem, értem. YouTube, YouTube videóról Nem, megtanulni. rákeresek, mi a szar ezért. Igen. És ezt tanítom amúgy, mert ha. nagyon sokan nem tudják, meg nem, 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 meg, meg, hát, is nem ismerik. Hát ismerik magát, hallanak volna, csak nem, is is figyelme, is figyelme, és nem fel, tudják, hogy hogyan nem, nem, Nem foglalkoznak vele szerintem sokan. Kipróbálod egyszer-kétszer? Hát ez nem fogom rárakni, hát kinek van erre egy ideje. Most már mindent ezzel ha. csinálok. Mert hogyha szétválasztod a textúrát a, a színektől, akkor tök jól tudod utána még a különböző arcpírt, meg mindent, hmm. meg rúst, akkor javítani kell a szájon, meg mindent ezzel csinál. Ah, oh, én is szeretem nagyon. Hogy... Igen, igen. Mondjuk nem használom mostanában, nem retusálok a képeket, de... Ja, én most éjjel ilyen nappal úgyhogy... Megint egy... Köszönöm. egy, Köszönöm. egy de <laughs> megint, egy válom. Válom. megint, egy, megint, egy, wow, megint egy wow kép jön. Na és ez az utolsó, ezt azért raktam be, mert ez most egy, ez készül. Egy nagyon válok. Nagyon válok. Ez, ez, ez nagyon váó. Nagyon váó? Ez, nagyon és ezt is úgy fotóztam, hogy csak így... Nagyon lőjünk egy képet. Lőjünk egy képet. Ez konkrétan az, az, volt, hogy... Jó, azt nem hiszem el, tehát ez zökre rá kell készülni, a ruhák, a ízéről, minden nagyon ott van. A háttér hogy lett piros? Tehát, hogy... Piros fény, piros fóliával. Mi? Tehát, hogy ez Fehér, Milyen, milyen, háttér? milyen volt az eredeti? Fekete, Szürke? fekete volt a háttér, Aha. és két oldalról vaku plusz piros fóliával világítottuk meg. Ez az amúgy a, ilyen, nem, VIP mesterkurzusomon, de... Milyen fóliát használsz? Hmm. Rosszul exponált, tehát túl exponált azért nem szín a színe. Nem, mondjuk a fekete, fekete az lehet, hogy feketét még nem próbáltam színezni. De azt a legkönnyebb. Igen. A Mert ha fehér, fehérre a lövöd, szín. az rózsaszín Más lesz, szám. és azért is mi az bordósat akartunk. Az csak egy ilyen, ha. Csak a feketét lehet így megvilágítani. Igen, igen. Még sötét szürkés se tud megcsinálni. És háttér volt. Papír háttér volt, és igazából ezt a VIP mesterkurzusomon a tanítványomnak a fotózása volt. Én találtam ki a koncepciót, meg mindent, a ruhákat kihoztuk egy ruhatervezőtől. Azt nem ti is függönyöket leszettetek a... Ez nagyon, nagyon, jó. Ez brutális Volt egy ilyen sztori, ezt és... nem vágjátok? Hogy? hogy? úgy csináltak meg egy fashion fotózást, hogy a, nem függönyök. meg a, a stylist, nem oszta ruhákat, és leszették a szobában a függönyöket, mm -hmm. csipke függönyök voltak, és abba tekerték a modellt, és az a nyertek valamit. Ez van. Aha. Gyan hát én. igen, Ennyi. igen. Kell, ez egy ruha van. volt, ez egy csipke ruha volt, és tök érdekes, hogy mondta a tervező, hogy ezt a ruhát nem szokták tőle soha kikölcsönözni a fotósok, és ami ott ezt a képet, mert ugye, ugye odaadtam neki ezt a képet, mondta, ingyen hogy az o... ingyen, igen, ez egy nagy hiba <laughs> volt, azóta mindenki ezt a ruhát aki a kölcsönzőből. Tudjátok, mi a durva, hogy te fizettél érte, hogy kihozza a ruhát? ingyen adta Indi oda. Ingyen adta? Na, hát akkor? Hát akkor megvan. Azt az. mondta nekem, ingyen adja a ruhákat innentől kezdve. Igen, mert és, sejtette, te hogy tettel, tettel ebből jó lesz. Neked a marketingedet figyelj, fizettem ezért a ruháért, kirakhatod a képet, de mostantól öt évig minden ruha ingyen van, minden nap. Milyen jól lett volna, nem kell öltözködni. Csak viccelek. Nem, egyébként nekem tudod, mi tetszik benne? Eleve a feketét a pirosra kombináltad, az már egy nagy piros pont, de, nincs de a modellek nincs, az arca Nincs, túl, arcbőre, a nincs, nincs túl Még a... is, a modellnek az arca. Még a fekete nélkül is szerintem nagyon működik. Pedig szerintem nem. nem, ez, ez nyers kép, tehát itt nem is nyújtam az mindegy. bele. Az maga az, hogy kapott egy olyan ö... természetes fényt oldalról, ami megjegyeztet, gondolom, hogy nem menjen a modellre a piros fény. Ez nem hiszem, és... hogy, ez nem, nem, akkor ilyen bőrt csinált, bocsánat, Gába. tehát ezt nem bírtam szólni, hogy né. nézd meg a bőrét. Tehát jó, tehát lehet, ezt... hogy egy picit egy-két patkanást térés... eltüntettem, de. Hát, nézd meg, tehát de igen, nem. Minden, minden pórus ott van, gyönyörű szépen meg igen. van lőve. Nagyon jó. A de nem, nem nyúltam jó. bele ebbe a képbe, ja. tehát ez, ez így nem arra gondoltam, hanem azt, hogy a modellen a fény, ahogyan ráesik, hogy ah, a szemből megvilágítottad egy természetes, vagy nem egy, egy vakul megvilágítottad, de hogy a textúrája, meg a színe az, teljesen előtt ugye magától a háttérszintől, és nem, nem, nem rá az a magenta szín, mert ugye itt az a baj a stúdióban, amikor kicsi stúdióban dolgozol, hogy a falak reflektálnak. De le már és... árnyékolni fekete de sztiroporra a két mert, oldalról, mert, mert mert Gyertek arra. a stúdió 69 ből a te van egy fekete szobánk, ahol a falak is mennyezet is fekete, és ott nincs reflexió. Is minimális. Piciott is van, igen. De itt, itt, pont azt tetszik, hogy itt megoldottad azt, hogy a modern nem betül vissza a fény, hm. szép, hát a bőrnek a textúrája, meg a színe. Na, van, olyan, ilyenkor vannak ezek a nagy ö, ö, meg, meg terelő, szakulni. terelő yeah. lemezzel szoktuk, igen. Úgyhogy ez, ez, úgy, ez... hogy jégerezik. Hm. Igen. És hát Do. ezt úgy lőttem meg, hogy ugye a tanítványomnak segítettem a sorozatot megcsinálni, tehát én csak ott asszisztens voltam, és a végén elmondom, kéne már egy-két képet lőni itt a VIP mesterkurzustól, hogy én is én is, is is. Én is itt voltam. Én is itt voltam, és akkor a végén lőttem ezt a Megint képet. Megint a végén. Jó. A végén okay. igen. Jó. Hát igen. úgyhogy mindig a végével kell kezdeni, és akkor nem is kell az elejét, <laughs> Mit itt mesélsz erről a mesterkurzusról? Mm -hmm. Igen. Úgyhogy igen, ennyi képet hoztam, és akkor a mesterkurzusról, itt a reklám helye, <laughs> É, igazából é, én azért é, találtam ki tavaly ezt a divatfotó mesterkurzust, mert nem nagyon tanítják sehol a divatfotót. Tehát a divatfotó. Ez mint olyan Egy-két helyen most már igen, de mindig ilyen mostoha gyerek volt. Tehát a fotográfus képzésen sem tanítottak például nekem sem divatfotót. Az, amit az autópályás vezetés. Az, az tudjuk, hogy van, majd úgy is fölmész, És Igen, és ezt mondta a tanár, hogy jaj, divatfotó. Hát azt ne csináltok, az nagyon nehéz, és akkor Nem. így ennyivel megoldottuk. Nem, nehéz inkább komplex. Ö, igen. Hát vagy teljesen más. Ö, és ö, én azért szeretem a divatfotót, mert gyakorlatilag a projektmenedzser szkíjeimet, meg a kreativitásomat, szóval ki szóval tudom szóval élni, én. igen. Tehát, hogy annyira kreatív, és én imádok színekkel, textúrákkal, ruhákkal dolgozni, hogy hogy ezt a kreativitást egyik fotós ág sem adja vissza nekem. Aztán persze mindenki megtalálja a maga persze. kreativitását a saját maga szakmájában. Én Nekem ez adta így a kiteljesedést, és arra gondoltam, hogy ezt szeretném átadni, ezt a tudást, és tavaly elindítottam Németországban a Német nyelven a mesterkurzusomat, és nagyon sikeres lett, tehát sokan jelentkeztek, és, és aztán arra gondoltam, hogy hát ne csak németül tartsam, hanem kezdjük el magyarul is, és akkor elkezdtem magyar nyelven is oktatni. Tehát igazából ez egy éve van, ö, és ö, hát ö, most persze nehéz átadni egy ilyen tudást. Ö, igazából én az alapokat adom át. Tehát ezt a, ezt a mindsetet, hogy koncepcióban gondolkodunk, moodboardokat készítünk egy fotózáshoz, úgy megyünk oda egy fotózásra, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, nem a, a szerencsére, meg a spontaneitásra, hajazunk, hanem, hanem, tényleg legyen egy koncepció egy fotósnak, és ezt igazából bármire rá lehet Ez húzni. nagyon generális, igen. igen tehát tehát el, ez nem csak a divat fotóra. Bocsánat, mindenképpen mondjuk el, hogy kell kreatívkodni de a sablonok legyen, legyenek, meg Igen. a fejedben, hogy a biztos tételek legyenek lefotózva, mert legtöbbször az a baj, Igen. hogy ami a legfontosabb lett, hogy le legyen fotózva, az nincs lefotózva, helyette végig kreatívkodtad az egész, ami viszont nem sikerült. Tehát, hogy ezért fontos a moodboard, mert akkor van egy elképzelésed arról, hogy miket kell megfotózni fixen, azok Igen. elkészülnek, és ha végén van még erőd, energiát, kreativitásod, akkor ott is lehet rászenni egy órát másfélet arra, hogy ki tudja bontakozni. Igen. És én ezt mindig is így csináltam, és ezt nagyon sajnálom, hogy nagyon sok ember nem csak a moodboardokat felejti el, hogy azokat nem csinál meg, hanem teljesen felkészülten megy oda ugye a fotózásra, és ott már mindjárt a saját Igen. kis kreatív világával kezdi, majd a végén rádöbben, hogy a felét nem fotóztanak, amit kellett volna. Akkor szokott lenni, amikor van már egy ilyen tanuló pályája valakinek, van tapasztalata, és akkor úgy mondja, mm -hmm. hogy jó, ezt most megoldjuk így rutinból, És akkor nem mindig. Igen, egy kismal fotózást megoldasz, meg egy családot is megoldasz, Igen. de egy fashion nem. Hm? nem. És eleve ugye a fashion, hogyha nagy márkákkal fotóz az ember, eleve ö, ott ugye van a marketing osztályról valaki, akit érde, van egy briefing, ki van egy az kiírás. Az ki ugyanúgy nem ért hozzá. Ugyanúgy nem ért hozzá, de szeretné látni, hogy mi, igen, hogy mi a koncepció, és meg kell mutatni a koncepciót. És hogyha te azt a koncepciót nem tudod végigvinni egy fotózáson, akkor utána az egy sikertelen projekt lesz, mert nem fog örülni az ügyfél. Most én ugye márkákról beszélek, meg nem kicsi a uh, fashion designerekről, akik azt se tudják, hogy mit akarnak, hanem mondjuk akik komolyabb. Elküld, elküldik a vonattal a üvegbillangók. <laughs> nem nézi le. az adást, igen. igen. Hanem... De igen, tehát, hogy akik már tudják, hogy mit akarnak, van tapasztalatuk, általában a briefinggel indítanak. Ugye ez a, ami nem tudom, magyarul scriptnek hívjátok. Tehát, hogy Eligazít, leírják, eligazítás. leírják Odlátok hogy mi a, a koncepció, mit szeretnének, és arra te moodboardokat készítesz. És ezt a fajta mindsetet szeretném átadni, mert nagyon sok fotós, ugye, amit ti is mondtatok, csak oda megy a kamerával a kezébe, aztán lesz, ami lesz. Én meg ugye, tehát egy fashion fotózás, amire van négy órád, és mondjuk be kell fotózni tíz ruhát, ott nincs idő arra, hogy te azon gondolkodj, hogy mit, mivel párosítasz, milyen hátteret raksz, hogyan pózoljon a modell. Tehát eleve úgy megyek oda egy fashion fotózásra, hogy össze vannak rakva a szettek, az, hogy milyen hátterek, milyen pózok, a különböző ruhákhoz különböző pózokat, tehát mondjuk, ha szoknyába van, akkor nem csinálhatsz vele mindenféle olyan póz, hogy szétteszi a lábát, vagy most mondtam valamit, tehát, hogy, tehát, hogy a ruhákhoz rakjuk össze a pózokat. És uh, ezt a fajta gondolkodás hogy ilyen eszközökkel uh, mész egy fotózásra, ez bármelyik fotós ágra rá lehet húzni, most nyilván hát. egy uh, riportfotózásra nem de mondjuk, ha valaki portréfotóz, családi kreatívokat, esküvőit, vagy akár divatot. Akár csak tfcd n készül egy csapat? tfcd igen, valami, projektet, valami, igen. koncepciófotózást készít, ez a mindset, ez elengedhetetlen. És én azt gondoltam, hogy ezt megpróbálom átadni. Egy, ugye különböző csomagok vannak, van a VIP, egyéni mesterkurzusom, ahol már olyan haladó fotósokkal foglalkozom, akik nemzetközi szinten szeretnének portfóliót építeni, és magazinokba szerepelni, de az alapképzésem az például arról szól, hogy ezt a mindsetet átadom, Uh, amúgy egy 6 hetes uh, online kurzuson, ahol megtanulja a stúdiófotózás fizikai, fizikai, alapjait. Aha, tehát ez hogy, hogy néz ki? Uh, le, leforgattátok az anyagot, vagy ilyenkor... Uh, megvan az anyag, igen, tehát online, uh, uh, online kurzusról van szó, vannak élő Zoom tanórák, illetve plusz workshopok hozzá, és, uh, és aki meg úgy uh, belelelkesül ebbe a kreatív világba, stúdiófotózásba, koncepcióban való gondolkodásba, vele még külön tudok egyénileg is foglalkozni. Tehát úgy, hogy stúdióban végigfotózunk valamit. Kiknek ajánljuk ezt végül is? Igazából olyan fotósoknak, akik már haladóbbak, de szeretnének nyitni a divatfotózás irányába, a kreatív fotózás irányába, de mondjuk nem kell elmagyarázni nekik az izót, meg a záridőt, hanem szeretnének fejlődni. Tehát, hogy megrekedtek egy szinten, és szeretnék mondjuk a kreatív, fotózás, szeretnének a kreatív fotózásba fejlődni. Projektmenedzsment, az mennyire van benne ebben a, a részben? Az egész arról És milyen, milyen programot használsz egyébként? Tehát csak, úgy, csak úgy kérdezem. Hát, Mivel? ugye én a Trello-t használom, Trello. igen, de ö, most például a webdesignt is tanultam, ott is voltak különböző szoftverek, a Notion-t használtam. Arra hm. álltam rá én is most. most. Igen, meg az á, ászana, Asana. Igen. Mm -hmm. Tehát, hogy több többfélét de amúgy a legegyszerűbb az Excel táblázat, tehát én például Excel de táblázatba szoktam. Magadnak jó, csak hogy amikor van egy csapatod és megosztod a velük, a az, az tök a jó. Tehát, hogy a igen. És a trello mindent is meg lehet csinálni, vagy? Nem. 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 Ja, mert úgy reklámozza magát a Trello, és a meg jó, egy csomó az... ilyen, és én most már vagy három-négy programba vezetem igen. a dolgokat, mert van, ami erre jó, van, ami az arra jó, a jó. de a ClickUp is nálam egy hmm. munkafolyamatra jó, az összes többire nem. Hát Gondiagramot például azt hiszem nem lehet trello Hát, vagy, vagy, vagy pedig a fizetős plugin, és akkor egy a fizetős, fizetős be, kéne, hogy hát, ha már ott igen. a másik ingyé, akkor... Na, majd összerakunk egy adást. De mert az 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 be például én csak videoszkripteket írok, meg forgatókönyveket, mm. meg jegyzeteket. Szóval Nekem is hiányzik a... még egy olyan, amire ami azt mondom, hogy megvan itt Igen. is egy generális dolog, és meg tudom is használni. Na jó. De amúgy az Excel tábla az, <laughs> az a legegyszerűbb. Mindenre is jó. Mindenre a... is jó. Hogy kell elképzelni a workshopokat? Akkor te haza fogsz utazni? Vagy ez is uh, egy úgy online Ez Tudsz Online, online vannak Na, a, a workshopok. -ok. Tehát uh, én ugye tanultam webdesignt, és uh, én magam építettem fel a weboldalon belül ezt az online kurzust, tehát a LearnDash hmm. nevű pluginnal. És gyakorlatilag aki megveszi a kurzust, kap egy hozzáférést, és a saját tempójába a modulokat megcsinálhatja. Vannak házi feladatok, és annyi, hogy a zoomos élő tanórákon pedig megbeszéljük a képelemzés mm. házi feladatok. Egy, az egyedi, vagy pedig ott is csoportosan találtad azokat? Csoportos, a Ö, csoportos Aha. és van egyéni is. Mm. Tehát lehet kérni egyénit is, aki haladni szeretne. <laughs> Azt hittem, jön jön az év, hogy azért vagy ilyen sokat Magyarországon, hogy mindig jössz, sokkal akkor legalább Nem, most megkartom. kicsit Aha. besokaltam Németországtól, most hazajöttem egy időre, úgyhogy most pihenek. A következő, a következő a jaj, húva, fotó, ugye? Következő fotós jönni? munkáig, amikor szólnak, hogy menni kell, akkor megyek. Okay. De most annyit okay. utaztam, hogy nem bírok repteret nézni. Mm -hmm. A Korda Gyurinek a szemét Repteret látok hányok. <laughs> megvan, nem? Reptér, igen. igen, igen igen. Jó, hát egy gigantikus méretű anyag jött itt össze a veled való interjúval, és úgy látom, hogy még nincs meg a vége, tehát nagyon sok olyan keresztmetszet van, ami még ugye tudnánk, tudnánk tovább menni. Mm. Uh, hát egyelőre azt mondom, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen kitartóan és jó hosszú távon uh, tudtál a rendelkezésünkre állni, Én és köszönjük. el tudtál nekünk jönni interjút adni. Um, lehet, hogy lesz még akkor ennek folytatása. Mm -hmm. Jó. Tehát a kul -e. kulisszatitok az igazából, hogy nyáron kezdtük el a, az adás felvételt. Még a harmadik évadban. Most már majd megfagytam a rolleren, szóval. <gül> <gül> kíváncsi vagyok egyébként, hogy ó, nem is nagyon emlékszek már az elejére, de szerintem ott még a harmadik évados uh, sztori van, meg más még a stúdió igen, Az igen, biztos, egy hogy igen. 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 igen, igen. igen. Ja, meg a hátér is talán. A minden. Sőt, Sőt mi is más ruhában voltunk. Na, más ne, <laughs> én ugyanabba értem. <jöttem. gül> Tehát nem, nem, készültetek a ugye Ugyanezt kell fölvenni. Jó, nagyon szépen köszönjük. Tényleg, illetve a nézőknek is. Tényleg bármilyen kérdésre van, idig volt megpróbálni becsalni majd a, a, csoportunkban, és akkor hogy az adás mellett fölöltünk egy posztot, hogyha bármi kérdés, van akár a kúzust, van akár a eddigi életutadról, akkor, akkor megpróbáljuk titeket itt összehozni. Hát vagy Élet, a jaj, jaj, remélem, Youtube hogy... komment Aha. szekcióban is. Igen, így van, igen. Így csak pozitív kommenteket várunk. <laughs> boldog, boldog hetet tartunk majd. Jó, oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.